Na mi ez egy gyerekek, élőben vagyunk-e? Mutatom egy tézét a logót. De azt nem nézted, hogy ez hogy kapcsol meg? Hogy kapcsol? Megmutatod? Most nem tudjuk. Vagy igen? Nem tudom. Ilyenkor szerintem nem. Várjál így, hogy teljesen kikapcsol. Újraindítás. De nem a cím megjelenik, vagy nem volt? Nem baj. Azt a tolvajat! Látod? Ezt te raktad be, vagy ki? Tehát, hogy tegyék be. Mondta itt egy srác, hogy meg lehet ezt így csinálni, a képet kicserélte is. Ja, ja. De elkült a interneten, ide bedugtam a USB-t, és magát tudom csinálni. Aha. Jó van, fasza. Meg fent is látom, ha a reklám be van nyomva a Fubstack. Igen. Ja, nem rossz a gép amúgy. Touchscreen, navigáció. Gyerekek, elhiszitek-e Fuxi bácsi Dacia-val jött utána? Csak azért, hogy lássad a kocsit majd meg. Na, sziasztok! Hello! Direkt, hogy szívasson engem román autóval román jött. Román autót szereztünk, egy román autót. Mondom, nem is ülök be, megyek vonattal. Nincs más most. Na mi helyzet, Andor? Hazaértél? Nem még a híven vagy, gondolom. Lassan az ő. Ja. Laca faca az első. Sziasztok, Fé Attila. Zoltán, Hazi. Megyünk a vadkeletre. A Discord előnye. Hát figyelj, még el sem indítottam az élőadást, a Discord már küldte az értesítést. Én nem tudom ezt, hogy... És sokszor meg nem jön értesítést. A YouTube az nem küld, de a Discord, mondom már... Hajdeftek összekapcsolta a Discord szerveremet a YouTube-ba, és a Discord pak, el sem indítom az élőadást, már küldi az értesítést, a YouTube pedig olyan vagy nem, egyáltalán nem küld, vagy egy fél óra, óra múlva. Hát nem küld, kurva sokszor nem küld. Ja. Meg tényleg az, hogy van úgy, hogy élőbe közvetít most valaki. Igen. És oda nézek, és már megy mondjuk 1 óra 16 perc. Vagy már vége van. Vagy már vége van. Ja. Most a YouTube is küldött egyből. Gacafaca azt mondja, kb. 3 perccel előbb jelezett, hogy élő lesz. Ja, még csináltam a thumbnail-t, még a képet töltöttem fel, a borítóképet, és a Discord már látom, hogy jelzett. Én most raktam fel úgy videót ezzel a Premiere-re. Igen. És volt olyan, hogy arról se küldött semmit. De olyan is volt, hogy küldött, kiírta, hogy mikor lesz, és 20 perccel később volt a videó. Mások írtak is alá, hogy miért írja ki, hogy hát én 24 perc kóla premier, és nem volt ebben, hanem csak 20 perccel később kezdte el. Ja. Aliába, hogy feltöltött. Flamingo, jó autó az? Ja, jó. Fel van szerelve ez. Amúgy milyen Dacia, milyen modellje? Logi. Logi. Hát nem a Easy Duster, vagy nem a Logan, ez a Logi. Egyébként ez olyan kocsi, ez a tipikus, hogy senki nem venné meg, és mégis jó. Kiszállni, beszállni, ide menni, oda menni, nagyon jó. Aha. Hosszú úton nem a legjobb. Most kibírjuk. Ez olyan időt, 200 km. Persze. Ja, de amúgy minden van benne. Minden van benne. Tempomat, ja. Meg navigáció, elektromos ablakok. Ez a legolcsóbb. Légkondi is van, vagy ez? Az is van. Az is van. Pontos. Ja, AC tényleg ott van. Szevasz Highway, men, mi a helyzet? Szibának kacsintott egyet, ha majd megyünk. Megyünk a vadkeletre. Szia Évi, Évi azt mondja, hello. Évi, te nem dolgozó, vagy csak félszemmel dolgozós félszemmel? Ja, az Évi nem láttuk mi se, meg élőbe se láttuk. Nem, hogy a videóban nem látjuk élőbe se. Ja. Aki az eszére hallgat, az mondjuk lehet ilyet, mert
drive-in kérdezi, leszámolta végleg a Szamarikával, mi volt a nagykövetsége. Na, hát elmesél. Hát az egy katasztrófa, mondd el, de én kiakadtam gyerekek. Ott az első, mire kezdtem? Nem azzal, hogy szia Robi, mi a helyzet? A börtön, az meg. Már bocsánat. Hát, ja, le van zárva a nagykövetség körül, az utcák le vannak ott vas kapukkal zárva, meg kerítése. A szabad ország. Ja, mikor először mentem, múlt héten be se engedtek, kijött ott az a biztonsági őr, vagy miféle, és mondtam, hogy csak jöttem egy politikot, leadjak, hogy lejelentkezzek, és nem jöhetsz be, kérjél időpontot. Hát nagyon durván be vannak zárva. Jó. Rácsok meg, izé. Még elvették a telefonomat, tehát ma, amikor mentem, ugye 10 órára ott voltam, 3-4-10-kor, elveszik a telefonjaidat, meg az óramot, és a kis az ugye az okos óra le kell venni. Levettél az órámat, a két telefonomat ott kellett hagynom, egy dobozba belerakták. Egyebet vihetsz papírokat, meg pénztárcát, azt nem veszik el. Ugye bementem, amúgy üres, tök üres belül, alig volt, ketten jöttünk összesen. Nagyon félték magukat pedig. Ja. Hát tudod, na sokan utalják Amerikát, robbantgatások, tehát értem, mert amit mondtad, tudod, hogy a szabad világ, meg a nagy szabadság, az egész világ az van kommunikálva, hogy itt minden egyenjogúság, meg stb. És akkor hát állítom, egy erőt nincs úgy bevédve, mindez komolyan van. Olyan rács van, hogy elővettem a telefont, és belül már egy rendőr sétált, hogy finoman. Ja, ki van téve, hogy nem szabad fényképezni. Hát csináltunk fényképet. Azért. Meg videót is. Ja. De egy kicsit hát távolabb a kerítéstől, mennyire ugrunk egy 30 méterre. Na mindegy, bemegyek, és előbb egy magyar hölgy jött az ablakhoz, odaadtam neki a papírokat. Hát tudták, miről van szó, ugye, mert mikor az időpontot adták, a telefonon, mikor kértem az időpontot, akkor el kellett meséljem a sztorit. Mondták, jó, akkor hozzad az útleveledet, meg a borítékot, amit adtak Amerikából, és a repülőjegyedet, meg a boarding passet. Ugye azt ki kellett nyomjuk, évig kinyomtatták nekem, vittem a papírokat, beadom az útlevelem, meg a minden papírt, azt mondja a hölgy, jó, akkor foglalja a helyet, és hamarosan hívunk, amikor ki kell töltsük a papírokat. Ha kitöltik a papírokat, akkor már angolul hívtak, gondolom az az amerikai, most már nem tudom, nem a nagykövet, de mit tudom, ott a konzulátus emberei az amerikai, mert van egy rend magyar alkalmazott, meg egy rend amerikai. És oda hívott az ablakhoz, és akkor azt mondja, na jó, itt van a papír, nézzed, írom alá, előtted ezt. Azt mondja, így szoktuk csinálni, hogy te is lássad. Ráírta a papírra, hogy igenis időben hazajöttem, meg ott be volt írva a dátum, hogy január 27-én elhagytam Amerikát. És akkor ott előttem ezt megcsináltam, és azt mondja, jó, kész vagyunk. Mondom, hát nem kaphatnék egy másolatot abból a papírból. Mondom, legyen nekem is valami bizonyítékom, hogy lejelentkeztem. Aztán véletlen az ő papírjuk elveszik, és akkor... Ja jó, elment a fénymásolóhoz, csinálta. Az űrgel, nem tudom mi, a keze el volt törve, egyik keze be volt gipszelve, egy fel volt kötözve, úgyhogy félkézzel ott bénázott. De rendes volt, elment a fénymásolóhoz, csinált másolatot, ideadta. Elköszöntünk, és azzal jöttem is ki, tehát egy fél óra volt össz-vissza az egész. Fél 11 kor már ki volt. Hát igen, 20 körül, mi már ott láttuk, már ott van. Ja. Na, úgyhogy minden rendben, le van a dolog tudva, le van rendezve. Ó, igen, a hölgye, mikor a papírokat odaadtam, azt mondja, hogy van valami kérdésed, azt mondja az ügyel kapcsolatban. Hogyha vissza szeretném majd még menni, kérdezz, hogy szeretnék-e visszamenni. Jó, ez érdekes. Mondom, hát most nem, rögtön ma a héten nem. A holnap nem mész. Mondom, most nem, mondom. Ez a színjáték, hogy megyünk életházára, de közben ja. Fel a repülőre, de De mondom, majd néhány év múlva, majd esetleg még egyet kirándulnék arra felé. Azt mondja, na jó, hát akkor az van, hogy ha akarsz majd még menni. Érdekes. Azt nem mondta, hogy nem kaptam tiltást. Ja. Tehát így spéci tiltást nem kaptam. Pedig vártam, azt mondta, hogy 10 évig szó se lehet róla, nem. Azt mondja, hogy mehet, csak be kell gyere előbb ide vízumét. Mondom, ezt a nem lehet, ezt a... Azt nem kérheted, azt mondja.
de hogyha bejössz vízumért, és megkapod a vízumot, akkor mehetsz. Na már most, mikor megyek vízumért, akkor lehet, hogy... De mehetek, tehát az esélyt megadják, de persze garancia nincs. De mondtam volna szerintem, hogy... Mondtam most már. Lehet, hogy azt mondja, hogy utassál be a munkahelyed, meg nem tudom, van házad, kocsid, amit nem akarsz itt hagyni, és vissza fogsz jönni. Hogy garanciába hogy két gyereket le kell tenni, és egy feleséget valakul. És lehet, hogy azt mondja, hogy akkor kienged. Ja. De mindegy, most úgy se, most... Nem azért jöttem az, hogy visszamenjek, hanem akkor maradtam volna. Most nem akarok úgyse egy ideig menni. Majd 10 év múlva, 15 múlva a családdal, a gyerekekkel majd megyünk egy amerikai túra, az még lenyomunk. Mert a gyerekek mutassak egy kicsit a szép magyar tájból is. Igen. Mert számok ára isten koszosak. Még a szélesebb kamera. Nem látszik. Ezek a főszak. Széles. Kejszer üregben. Úgyhogy ennyi volt a követségem. Várjátok, pörgessek vissza a kommenteket egy kicsit. Serrano kérdi, a Dacia szponzora a Fuxi? Nem, én mi szponzoráljuk a Dacia? Balazsó, miért van rajta román rendszám? Az van ezen? Dehogy van. Nem is mutattuk a rendszámot. Hát valami másra értette. Itt van a nevérem is. Szia, Zsuskó, milyen helyzet? Oda-haza. Szevasz, kis Bécu. Varga, Marika, Robi, jó látni, annyi jó embert kézről kézre adnak, jó utat. Igen. Na, de csomagot! Ervin Pesti. Itt utazom, nincs megállás, a szekeret fut tovább. Biza. Zsolt Gansberg, szia! Serrano, vennék vagy 20 fuxi fűrészt? Rendeljed meg, online lehet rendelni tőled. Ja, meg rendel, igen. Úgy is lehet, ugye? Online is lehet? Online, igen, csak. Te postázod, de ki vagy Németországon postázod? De minden, mi postázod. Igen. Nincs így köze a németeknek hozzá. Van egy, az, hogy Magyarországon csak mi forgalmazhatjuk, és én nem is értek lépéntől fogunk. Elhisz mindent, amit mondjuk. Amit akarsz, azt csinálsz. Azt csinálsz. Amíg valami nagy hülyeséget nem csinálsz. Hát meg ugye, amíg neki elég az a forgalom, vagy még meg van elégedve. Ja. Nem tudom. Egy éve egy-két fűrészt ötszel, csak... Akkor lehet mondaná, hogy... Csak túl sokat ötszel, vagy azért harag nincs? Azért nincs harag. A trader azt mondja, bátyám, egy kis olyan autórat pályáztak, és megkapták a támogatást. Hát ezt mindenki megkapja. Vagy hát, akinek van három gyereke, meg nem lehet adótartozás, tehát igazából olyan dolgokat kérnek hozzá, amit most... De három gyerek az a minimum? Igen. És itt nincs ilyen, hogy majd lesz harmadik gyerek, tehát meg kell, hogy legyen a három gyerek. Talán már akkor már adják, hogyha már még nem van ez a magzat, vagy nem tudom, mikor már terhes. És... Aha. Amikor egy-két hónapja már magzatik van a gyerek, akkor már nem tudom ezt, hogy tudják. Nem muszáj meg legyen születve még. De már a terhes az asszony, akkor mehet. Igen, akkor adják. De egyébként miért egyértelmű, hogy ez az, nem is az? Hogy az? Nem tudom. A miénk. Serrano, lehet, ha kimész, akkor reptérők küldenek vissza. Hát ez benne van a pakliba. De általában, ha vízummal mész, akkor a reptérő nem nagy térítnek meg. Az estával. Az estával, igen, visszaküldnek. Tehát ma garancia nincs a beengedése, tehát hogyha ők úgy látják, hogy te nemzetbiztonsági probléma vagy, bármikor visszafordíthatnak. Adams,
Lázó, szia Ádám, szerencsére Kézdi nem arra felé van. Na akkor pénteken jössz-e Ádám? A csapatot, a stafétabotot átveszed-e? Ja, kéne már valami ilyen lángot vinni, vagy nem tudom, az olimpián. Ja, azt mondta Ádám, hogy pénteken délelőtt majd jön 10-11 felé. Címet még nincs, majd átküldöm neki. Én írja meg, hogy fogsz. Ja, nyilvános van a címet. Hát a meg ezek a... Hát nem az ilyen kocsis navigációk, de az a be van állítva. Ja, ja. Persze, hogy nyilvános, hát mi felvállaljuk magunkat. Ja, ja. Nem ilyen izé... Fantom áll... izé. Attila Kuss, Robi, hát tiszta úriember lettél, milyen sofőr ez, mióta sofőröd van, gratulálok. Igen, a legközelebb hátra kell ülnöd, akkor ja. Az igazi urat hátra ülnek, és utják nekik az ajtót. Ja. Kubics Mihály, milyen jó idő van arra Szegeden meg esik. Itt nagyon jó idő van, de hát mindjárt attól leszünk, ott is majd kapunk az élettől. Otto Kár, nagyszerű, nem haragudtak meg nagyon. Ja, nem sértődősök amúgy az amerikaiak, tehát én ugye hivatalosan jöttem el önszántomból önkéntes távozással, én most eléggé tiszta vagyok gyerekek, tehát ha deportáltak volna, akkor az egy kicsit piszkosabb lenne, tehát harag nincsen, tehát mi békébe váltunk el, önköltségen jöttem el önszántomból, hát harag nincsen. Hát biztos más lenne a helyzet, hogyha ők felraktak volna egy repülőre, ja, ja. És akkor, hogy te a már pedig az ja, akkor azt írja is ezen a papíron, amit adtak, hogyha úgy jöttem volna el deportálva, vagy nem jöttem volna el időben, ugye február 3 előtt ja. El kellett hagynom az országot, akkor 10 évig nem is mehetné vízumot kérni. Ja, ezt írja azon a papíron. Azért nem tehát ne, hát jóba vagyunk, mondom. Barátságos körülmények között váltunk el, tehát... Most betartottál mindent. De ha harag nincsen, én betartottam mindent. Hajvej, mert milyen volt a vasárnapi csoport találkozó? Jó, volt, tettem ki fényképet az esemény oldalára. Egy kb. 12 ember jött ki a Vörösmarty térre. És egyet ott beszélgettünk, egy fél órát ott beszélgettünk, fényképezkedtünk, és aztán hatan átmentünk ott egy kicsit arrébb a kakas kocsmába, ott még ittunk egy kis sört, üdítőt, és beszélgettünk, adtam képeslapot mindenkinek, aki ott volt, dedikáltam, nekem is volt, aki hozott egy kis ajándékot, egy kis pálinkát, egy kis ilyen apróságot. Még egy jót beszélgettünk, és aztán ennyi volt, aztán mentünk haza. Nem mikor volt, 4 órakor találkoztunk, kb. 8 órára értem haza, mintha. Na, úgyhogy jó volt a találkozó. Nyíregyházán is szervezünk Fuxi bácsiéknál találkozót, holnap este 7-től. Ja, de meg kell csinálni. Ha megcsinálom a Facebook eseményt, kirakom. Elfelejtjük kiratni, és várjuk ott az embereket, azt nem jössük. Jó. Hát? Tehát olyan sok embert nem várunk, de ha jön 5-6 embert, tudod, egy kicsit beszélgetünk. Ja. Azt este 7-től 9-ig ma, nem ma, hanem holnap este, csütörtök este 7-től Nyíregyházán. Volt, aki mondta már pár ember Debrecen környéken, ja, is de átjönnek. Meglátjuk. Ja. Ennyi alkohol, te nem ittál 15 év alatt, nem mindig több a pár napon. Ja, hát nem ittunk olyan sokat, de azért egy kis volt egy kis kóstolás. Zsolt, hagyjál a negatívkodásokat, de jó-e? Hazajöttél a nagy semmibe, és most mész a még nagyobb semmibe. Unom már az ilyen szöveget, de törüljétek le, nem is se. Hagyjatok végén. István 100 István, jó utat kovan, üdv minden gyöngyös ső. Köszi, mindjárt, köszi. Integetünk már valahol itt. Közelbe megyünk igen, el? Most valahol ott, mindjárt, nem tudom még, hol vagyunk, de 60, már elhagytunk gyöngyös, itt lesz valahol. Gyöngyöst úgy lehet megismerni, hogy ilyen kopasz hegy van itt az autó. A gyöngyökről. Látsz ilyen hegyet, ami nincsen. Ezért fa. Most vagyunk ott, nem?
Ja nem, ez már pecsényi, az hol van a csinálni? Nem tudom. Azért elhagytuk már nyöjtést. Szerano, Kédi, mi lesz ma a program? Na, mit szerveztetek ma? Semmit. Eszünk, iszunk. Ami eszünkbe jut, azt csináljuk. Mi nem vagyunk ilyen szervezősek. Nem is kell. És ha azt gondoljuk, akkor megyünk. Ja. Ha meg nem, akkor nem. Most komoly kaját fog kapni Robert úr. Nem is ehetünk semmit. Pityókat a kaj meg. Nem tudom, de nem lehet enni egész nap. Én ma nem ettem egész nap. Mennyi? Mi is csak egy szendvicset ettem. Fél egy van, ma semmit nem ettem, csak vizet ittam. A vezérigazgató asszony azt mondta, hogy meg nem merjük állni enni. Ez ki van adva utasításban, hogy szót fogadom, ha? Úgyhogy... Ja. Megyünk, hát nem tudjuk, hogy mit fogunk csinálni. Az a baj, hogy... Hát nagyon... Hát a szélvihar, ami majdnem mindenkinek tegnap volt, az nálunk ma van. Most én tudom. Hát meg itt tegnap éjjel. És... Hát... Én nem tudom, hogy kimegyünk-e, mert olyan szél volt reggel is, hogy... A kapura bele kellett egy csavart rakni pluszba, hogy... Elhajlott a lapát, amivel összefogott. Most vagyunk gyöngyösen. Ott. De átmegyünk rajta, vagy... Hát ott van arra. Már kicsit arrébb van. Itt van, úgyhogy itt gyöngyös. Gyöngyös, nyugodt, 3-as, 70-es út. Úgyhogy... Lehet, hogy ma... Otthon leszünk. Ja, az jó. Tegnap délután én is akartam még este felé kimenni egyet, de nem volt kedvem, hát olyan mocsok idő volt, úgy fújt a szél. Gondoltam holnap, hogyha jó idő van, akkor megnézzük azt a Jézust ott a hegyen. Van Jézus a hegyen nálatok? Nem, Tokajban, amit mondtam. Aha. Nem, az jó hely, oda fel lehet oda menni, és látszik. Onnan, ha ilyen jó idő van, meg ilyen tiszta idő, most nem szél, és elmegyünk Nyíregyházán. Igen? Igen. Na jó, azt megnézzük, és utána egy borkóstolóra van egy borpincé. Ja, ott a pincébe oda megyünk. Hát ott van pincé, ott bekéreckedünk valahova is. Majd a Viki vezet, mi megiszünk. Vagy okay. Bár mondjuk bort lehet, hogy ő iszik. Na és az a, meg ugye onnét lehet látni a, hát ugye a rendes határunkat. Tehát a északi, ugye, ami azt a történelmi Magyarországon. Az ilyen hegyek elég jól el lehet. Most ilyen szép időben, jaj. Itt jó dombok vannak. Ez egy ötös. Azt mondom, hogy nincs rajta, hogy egy faláltan írtunk az egyet. Ja, ja. Egy mafia szélvitt. És gondoltuk, hogy holnap a gyerekeket lepasszoljuk iskolába, és akkor hárman tudunk menni. Jó. Persze, és akkor elmegyünk. Elmegyünk, megnézzük ott Tokajban, ha meg nem, akkor meg valamit csak csinálunk. Hát, berugunk reggel, és nem, menni kell, nem iszunk egész nap, mert még 4 órakor fel kell szedni a többieket. Ja. Majd este iszom. Este iszom. Meg te ihat szerintem? Nem, én próbálok minél kevesebbet inni. Úgyhogy... Most hazaérünk 3 óra, hova menjünk gyerekek? Hát érzélni. Ja. Rikard, milyen itthon lenni ennyi év után? Nagyon jó érzés. Nagyon meg vagyok könnyebbülve, meg nagyon jól érzem magam, hogy nem lesz itt a probléma gyerekek. Bence. Kínaiakat enged be most Amerikába? Nem tudom. Koronavírus megint mi? Ja. Azt tudjátok-e, hogy az influenzának hány megbetegedés, meg abból hány halálos áldozata van? Sok. Több százezer, meg több tízezer halálos, ez mind csekkora félelem. Ja. Ádám, Kolozsváron esik. Remélet péntekre jobb idő lesz. Jó. Valentina fuga, hogy nem Robi vezet. Jó. Cserélünk. Hagyjad, vezettem eleget. 35 ezer kilométer. De a kocsi fehér. Méretek is majdnem, hogy olyan... Jó. Lehet ez, hogy lehet-e venni ezeket az ülését. Ugye kettő ki is van méve, meg ezt a középsőt is ki lehet. A 2 köbméter, mondtam. Ja. 2 köbméterbe csak elfér az ember. Hát én is ilyent veszek. Mint a Dacia-t, vegán Dacia-t. Nem ez lesz írva, hogy Fustek, hanem vegán. Amúgy ez már rég piacon van? Használhat is lehet venni? 2012-től. És nem drágák. Ne? Hát most láttam pont... Használhatod, mennyi lehet?
Hát most láttam egy olyat, hogy van benne 30 ezer kilométer, egy vagy két éves a kocsi, és adja 3,5 millió. De mondjuk, ha veszel egy olyat, ami nem egy éves, hanem mondjuk 5, aha, szerintem azt 1,5 millióért már lehet venni. Gondolom. Jó. Matra, Füred, Adacs. Jó. Élő Adacs. Élő Adacs, igen. Majd megyünk haza, ott lesz majd szekeres bukor. Szekeres. Nem tudom, mi az a bokor, de el van nevezve róla. Ilyen tanyák az? Igen, ott valamiért ott állunk, ilyen bokornak hívják, ami ilyen tanya. Tehát ilyen, hát ilyen mezőgazdasággal foglalkoztak, gondolom is 5-6 ház van egy kukacban, de nem egy település. És azokat hívják így, hogy bokor. Mert aki rendes nyíregyházi, az lehet jobban tudja, mint én. Bence, Krutin, biztosan ott leszek hónap, két utcával arrébb lakok Fuxitól. Tényleg? Nem mondod? És nincs semmilyen fuchs te képed? Lehet, hogy van. Lehet. Tírpak, Nyíregyi, Tali, yes. Te is jössz Tírpak? Ja. Steve Antocs. Robi, várjál, még jövök én is. Levented nem, Amerikában van. Ja. Haverom Amerikában, Kolozsvárja amúgy. De ő is kő. Igen. Az idén jön haza ő is. Remélem Vili is az idén haza jön. Mindenki hazavándorol, de és itt más nem hallasz, hogy mindenki kivándorol. És én mégis totál fordítom. Aki már volt ja. Kint néha annyira, lehúzott kint, az már tudja annyira. Itt van, hogy szebbnek látszik. Azt hiszik tökéletes kint. Nem, van szopás ott is bőven gyerekek. Itthon is van, de ott is. De itt legalább itthon vagy baszkis magyarul beszélsz, nem vagy migráns, mit csinál az? Hát nézd meg a cúlyozgatot, a román, látod? Roma. Hát lehet magyar, mert Kolozsvár. Jó. Figyelj ide, lehet nézi a live-utot közben is. Elenged minket. Hát olyan még nem volt, nem? Hogy itt van egy live és közben pont olyan, aki nézi. Te, vagy... most mikor a tura végén New Jersey-ben. Azt láttam. Mellettem ja. Az űrge odahúzott tudás, mutatja a telefonját. De hogy keveredett az bele, érted? Hogy jött, hát, hogy azt nézi közben? Tudta, hogy... De ő is pont ott volt. Ja, a gyerekek, ez tényleg nem így van ez a külföld, mint ahogy sokan azt hiszik, hogy kolbászból van a kerítés. Elárulok egy titkot a németeknél, nálunk a cégnél kint. Hívják, hogy Mitarbeiter, tehát az utolsó ember, aki ott dolgozik. És aha. Egyébként ő dolgozik egyedül, tehát a többi az már annyira nem dolgozik. Aha. Azok jó esetben kaptak ilyen 7-800 eurót. Tehát amikor... Tehát amikor így azt hiszik, hogy sokan, hogy kimennek, és akkor egyből 2-3 ezer euró, és nincsen semmi, és minden. Az 1500 euró egy albérlet Németországban. Meg 1000 minimum. Most aki munkásszállón így dolgozik, vagy lakik, és akkor úgy megy el, akkor a 800 meg 1000 euróból ott nagyon nehezen lehet kijönni szerintem. Én közép alkalmazottak keresnek 1500-2000-et, és utána meg már tényleg tudni kell valamit, hogy a fölött legyen a fizetés. Ez most hogy van? Tehát Amerikában az hogy van ez? Hát ott attól függ, hogy... Mexikói átmegy, mert jó, mondjuk nem mexikói mondjuk, de egy magyar oda megy valahogy. Ja. És ott akar dolgozni, az mit tud csinálni? Most hát építkezés. És ott mennyit legtöbb. Hát kezdesz 10-12 dolláros órabére, és aztán fejlődsz felfelé. De ott az a jót, ha fel tudsz fejlődni hamar. Itt is, aki dolgozik, itt is. Építkezésben dolgozol egy-két évet, kitanulsz egy szakmát, és aztán nyomod magadnak, és akkor így fel tudsz fejlődni hamar. Tehát, ja. Ott. Hát a horvátokat, hogy vitték ki oda dolgozni, itt a németekhez, azoknak 700 euró volt a fizetésük, viszont cserébe ott lakhattak. Aha. Meg ott kaptak enni. Ingyen, vagy a szállás benne volt. Szállás kaptak 700 eurót. De hallod, de ezek 10-5-ig vannak itt, hogy reggel 6-kor oda mentem, már dolgoztam. És volt úgy, hogy elmentünk így kocsmába, és ott csavarogtunk, és mondom, hogy akkor pakoljuk meg a dubát, rakjuk tele, hogy ne reggel kell, tudod meg, hogy nyugodtan pihenjek, és még ott voltak éjfélkor. És bepakoltak a kocsiba. Hát azok ilyen napodon, azok mindig dolgoznak. És egy magyar sem maradt ott meg, pedig vettek már fel magyar. Ott így dolgozni. És mind
mindegyik elment. Nem bírták. Ja. Csajok vannak. Évi, a cseresznyéket benyomtad, látom. Úgy hallottam, hogy cseresznye lesz itt is. Nyíregyházan. De majd meglátjuk. Megy. Vagy megy, megy, ja, megy. 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 Itt is megy volt. Megy volt, nem? Évék néven, finom megy likőr volt. Megittem az egészet. Egy fél üveggel volt, nem voltam túl. Nem biztos, hogy meg tudjuk inni, nem tudom. Nem tudom, megromlik ez, vagy nem. De ott van egy ideje már. Mozik, Zsotye, hova górjak be? Keresztesre? Na most nem ugrunk sehova, megyünk, mert éhesek vagyunk most. Na, nagyon éhesek vagyunk, nem bírjuk. Ja. Sem lehet enni. Laca azt mondja, borzasztó szél van még, Nyíregyházán még mindig. Mit csinál? És már nap már süt, vagy mi van ott? Legalább süssön a nap. Nem, mert ez nagyon durva volt reggel. Hát fölborult minden. Mondom, a kutyának adtál enni, azt mondja, olyan szél van, nem vettem ki. Még mondom, hogy ezek attól még ne egyen a kutya. Bőjtőre, egy nap bőjt nem ad. Nem, kimentünk attól. Mi folyik itt gyöngyösen, azt kérti valaki? Hát most már túl vagyunk rajta, heves. Jaj, lassítsuk, nem? Sáros, izoli. Kapunk itt élőbe egy büntetést. Dársán, tök jó, hogy bármikor visszamehetsz az USA-ba, még ha nem is akarsz mostanában. Szerintem is visszamennél. Hátat fordítanának a repülőtérre, még nem. Szerintem kell adni egy pár évek, két-három évet, hogy felállítsanak egy kicsit. A rendszerbe egy kicsit évüljön el a dolog. Bár hallod, mi csak tudja. Mert azért lehet, hogy nem annyira gyorsan. Lehet. Tehát lehet, hogyha most hirtelen visszamenné gyorsan, akkor még fel sem lenne dolgozva az ügy. Lehet. Hát mert ugye ők itt most fölfogták, hogy megjöttél. Ja. Jó, hát azt gondolom, ők lejelentik valamikor, hogy na akkor itt van, ott ja, megjött. Mert... Tudod, most kéne valami alapja legyen, most milyen vízumot kérem, hogy turista vízumot nem kérhetek. Nem. Majd de kérek egy befektetői vízumot, mikor lesz félmillió dollárom. Hát ahhoz bányászni kell. Adja a kölcsönbe. Visszaadom kamatosról. Nem, ezt beszéltük már az előbb, hogy az akinek van félmillió dollárja, az szerintem már nem megy. Miért hát menjen ki? Minek menjen ki oda? Gürcölni. Ha csak nem ott akar élni, vagy ja. Ha azt tetszik neki, hogy ott él. Hát ott is vannak még gyerekek, nem úgy van ám, hogy mindig csak ott van a Magyarországon, meg ja. Sokan mondják ezt, hogy olvasom én is, hogy minek jöttél ide vissza, minek. Mindenkinek tetszik, aki külföldről jön egyébként. Ja. És ott így ismerős, meg mondtam, akik így jöttek ide, hogy meglátod. Valaki kérdi, mi lett a budapesti találkozóval, nem volt live. Hát nem, minden nem lehet live-ba adni, gyerekek, most. Ez ilyen bensőséges, az emberek jöttek, hogy velem találkozzanak, beszélgessünk, csináljunk együtt fényképet, tudod, de most azt minden nem lehet lelive-ozni, tudod. Aki kíváncsi, az el kellett volna jön a találkozóra. 12-en voltak kíváncsiak, eljöttek. Azt ennyi. Holnap mi is azt fogjuk csinálni, hogy nem fogunk csinálni, majd csak este. Nem. Nappal csinálunk meglepetés videót, nem lehet, majd felrakjuk valahogy. Jaja. És de nem csinálunk live-ot, majd este csinálunk. Jaja. Aki akar, jöjjön. Ja. Bár azért Tokajban lehet kéne egyet, ha eljöttünk. Esetleg ott jön. Boros pincében, nincs internet. Aurelius, sziasztok, gyöngyösről, szia! Amúgy nagyon fasz a jár, 4G, majdnem full palcikák vannak, nem panaszkodik még senki a képminőségét. Itt sokkal jobb az internet szerintem, ezt nekem az amerikai mondta a miska, hogy azt mondja, ők ugye Kaliforniában, és nincs az, hogy ott tehet mindenhol a mobilnet, az full, tehát nagyon sok jár nincs internet. Jaja. Itt mindenhol van szerintem. Ha jó, vannak olyan helyek, például a anyósomék, ahol laknak, ott nincs egy fél utcában, de nem tudják, hogy miért, de csak ott nincs. Mindenhol máshol van, ilyen ott nálunk. Dead zone van, ilyen halott zóna. Vannak ilyen helyek. Meg most ilyen nagyon olyan helyre elmész, de hát főleg az autópályák, meg a városok. És már nem az, hogy a nagyvárosok, mert ilyen kisvárosokban is kell ilyen jó internet van. Egyébként azt nem is értettem, hogy ott a hegyen miért nem volt este. Ott
ahányszor felmentetek oda a viszont. Azt hiszem az volt, hogy ott sok ember jut egy toronyra és leterhelődik, tehát túlságosan megosztik a sávszínesét. Mert voltak fent tornyok, ilyen adóvevő tornyok. És mindenképp elvetődik. Bence azt mondja, cserélhetnének egy picit, vezessen Robi is. Nem, én most nem akarok vezetni. Nem, mert ez egy Dacia, a gyerekek, itt ez instabil. Tehát ez ebbe a szélbe, ilyen kocsival tényleg az induljon utat, aki merve lemenni, vagy nem tudom be. Nem is megyünk gyorsan, mennyi 130. Most betartjuk a itt az a limit, 130. Na jó, de azt tudod, azért a 140-nel mehetsz, nem bántanak meg. Szabályosak vagyunk most. Ja, van egy tolerancia, egy tízet elnéznek még. Hát amúgy ezt láttam, hogy kell keverni a puliszkát. Igen, itt kell. Miért nem automatát vettél? Vagy van-e automat? Nincs automata. Ebben nincs. Ja, ez még feláros lenne. Ez nem lehet, nem is lehet ebben. Ez ilyen alja népe autó egyébként. Tehát a legolcsóbb kocsik egyike a Dacia, meg Lada, meg ja. Itt például nem lehetett kérni bele, minek hívják ezt, hogy nem tekerős, digitális klímát. Ah, oké. Okay. De lehetett ilyen gombos volt. Hát az jó, hát az. Hát jó, csak tekergetni kell, tudod? Hát ugye az a jó, hogy beállítod, hogy 20 fok, és akkor annyi van. Itt meg... Én kergetem, vagy tekergetem. Tekergeted, de mikor... Hát itt is majd meglátod, most itt van... Várjál. Van 11 fok, szerintem ott nálunk lehet, hogy 5. Igen? És akkor... Tehát nézzük, miért van hideg, ja, és akkor tekersz rajta. Egyébként egy baj van ezzel, hogy minden szar helyen van ebben a kocsiban, csak ezek van. Nem, jó a kocsi meg, tehát épp eszű embereknek ez kurva jó. Kiszállni, beszállni, használni jó ez a kocsi. Ja. De most azt mondom neked, hogy a start shockot arra így kell kikapcsolni, figyelj. Itt. Hó. Ott lent, bazd meg, ott. Igen. Ott kell kikapcsolni. Igen, na most ezt menet közben ki akarod kapcsolni, akkor izé van. De az mi a az? A tempomatot itt kapcsolod belent. Aha. De ezek 20 évvel ezelőtti autókban voltak, ilyen helyeken a gombok. Jaj. A lámpát be akarod állítani, ha ugye le kell hajolnom, itt van lent, itt. Na, esküszöm, geci. Tehát most, hogyha aki ezeken felül tud kerekedni, annak ez egy féláros autó. Ja, nekem jó az. De ennyi. Itt ugye tudod a kormányon egyedül, hogy milyen gyorsan menjen. A tempomatnak. Igen. Gyorsítani, lassítani. Egyébként ennyi a hiba vele. Ja. És mit jelent ez az izé? Stepway? Nem tudom, az ilyen, az a felszereltség. Igen. Hogy ezek a műanyagok vannak rajta az oldalán. Ha. A simának annak ilyen, mint ez. Ennek ott vannak ezek a műanyagok. Ha. Na megjött Tomit, sziasztok! Üdv matek óráról! Van, aki matek óráról nézi? Ja, hát ki kell matekolni, hogy hol vagyunk, mennyi, még 130 km. Mr. Leron, mit fogok csinálni a későbbiekben? Nem tervezek előre. Az előbb mondtuk, majd meglássuk. Nem most, hanem... Akkor sem. Ja, majd meglátjuk, gyerekek. Szecska mester, hónaptól lesz fuxi gépet, ha kell, ha nem. Ha kell, ha nem. Ajaj. Nekem már van a hajó, most jön az a felé. Kérjem. Tavaszra hazaér, mire kell arra hazaér. De felejtsed, hogy a csövet adom. Milyen? Az biztos megint szar rá megy már. Milyen a cső? A benzincső. Aha, jaj. Az a... Mert a más már nem volt. Ja, az volt az egyetlen. De amúgy jól működött, én meg voltam elégedve vele. Jó, végé van szerintem. Ja. Most ennyi pénzért mit? Most 60 ezer forint az ára. Ja, mennyi 200 dolgok. Annyi is, hát nem tudom, mert most 300 mennyi 300 valamilyen. Persze, nem stíl. Majd meglátod nálunk, amit sem mutattunk meg senkinek, hogy mennyit vártam én levele. Mert azt, aki megnézi, meg mutatok képeket, ami ott volt, és hogy azt ezzel a úgynevezett kínai szarral meg lehetett csinálni, azt senki elhiszi. Vagyis hát most már elhiszik egyre többen, mert van egy srác, az tavalyi tűnte az elszámolást, 240 liter tankolt bele. 240 liter tankolt el a fikaszába, és azt tökéletesen működik a gép. Az igen. Hát ez nem kevés. Az nem semmi. A Flamingo küldött 21 light benzinre. Köszi Flamingo. Ó, azt elisztuk. 4,8 dollár. Inkább elisztuk. Inkább elisztuk. Benzin az még van. De köszi Flamingo. De
ez hogy jött ki, hogy 21? Ezt nem is értem. Nem tudom. Múltkor 20 lájt között, most 21. Ez neveli egy-egy lájjel. Minden küldésnél úgy küldjél, hogy egyel többet. És akkor leszel világsztár, vagy egy 5 év múlva néznék, hogy 1316 lej. És adj mindig egyel több csak. István Varga, mindjárt a kerekharaszti pihenőnél vagytok. Te is ott vagy? Két mód lesz szembe egymással. Ja, ott tettünk szendvicset idefele. Edina Romániában, akinek nem Dacia van, az nem is ember, hiszen hazai. Na. Nálunk Szlovákiában is olcsóbb a Skoda. Hát hallod, a magyaroknak, főleg a székelyeknek a román termékek nem igazán hazaiak. Hát figyelj, én láttam ott is, akinek Dacia. Hát van persze. Hát olcsó. Hát gyerekek, azért valljuk, mert most őszintén mi köze van a Romániának ehhez, vagy a Dacia-nak? Hát semmi, ez már Renault van. Itt annyi közük van hozzá, mint Magyarországhoz. Na most ezt jól megmondtam, de így van. Semmi közük nincs, itt minden Renault. Itt, ja, és most már ugye Nissan is. Sőt, ebben konkrétan Mercedesnek az A Mercedes-ben ugyanez a motorban. Igen? Igen. Úgyhogy aki A Mercedes vesz, az Dacia motorú autót vesz. Akkor így is mondhatjuk, mert átkevarratjuk. Semmi közük nincs. Jó autók ezek. Szeretik-e őket? Ja. Benjamin, én meg a futópadon vagyok, és úgy néznek Ausztriából. Hát jól lehet nézni. Riley, idén nyáron megyünk Floridába, meglássuk, mi lett a farmoddal. Tényleg oda valaki elmehetne, aki rájön. Na lássétek, én meglestem most decemberben, ugyanúgy volt, mint egy évvel azelőtt, nem csináltak sem. Illetve rosszabbul már volt gyomosodva, ugye fület sem adtak le. Ki az, Laci? Nézi a videót? Nem tudom. Nem nézi, vagy nem azért hívott, hogy fejezzük már, amit kézzel? Nem. Nagyon szerintem nem néz. Komoly terrorban vagyunk itt gyerekek, itt most fegyelem van már. Itt mindenre vigyáznunk kell, még a nézésünkre is. Azt mondja valaki, Attila Farkas, az EU-ban nincs ilyen mértékben elterjedt az automata váltó, mint az USA-ban. Tényleg nincs. Ahol Vái Pista talált még automata kockaladát is Amerikában. Nah. Az igen. Hú, de tényleg miért nincs? Egyébként jók az automata kocsik, tehát én nem tudom, hogy miért. Én nagyon megszerettem Amerikában, nem kell össze-vissza, főleg mikor a dugóba vagy. Igen, most mi is, amit csinálunk, hát majd meglátod, már akkor eljössz velem egy ilyen gyerekeket összeszedéskörre. Ajha. Most érted, átmész a városon, beül egyik fő, megint átmész, megint beül egy kuklungozzá. Állandóan. És akkor cserélhetik a kuklungot mindig. Ja. Az automata meg beszarik, az meg sokkal többbe kerül, nem megjelenik. Ja, ez a hátrány, hogy nem olyan tartós, mint a manuális váltós. Készíti azt mondja, a stepway kicsit magasabb. Tényleg? Akkor ilyen terepesebb lehet, azért inog a szélbe. A faszom tudja, van. Én nem tudom. Le kell ültetni. Ez nem, gyerekek, a Dacia, ez itt minden késik. Figyelj, nem tudom. Tehát kikapcsolom a... Vagyja, ráfékezek, és vissza akarok kerülni, hogy 130-ra a tempomat menjen. Már jó van, nem megy. Nem megy. Most indul el. Érzed? Hogy, tehát, hogy ha... Bármit csinálsz a kocsival, egy másodperccel később valósul meg, vagy ez, és nem tudom, aki jobban ért hozzá, az lehet meg tudja ezt mondani, hogy nem lehet, hogy azért bűnnek, hogy ebben van már stabilizáció, meg ilyesmi, és hogy az is késik. Mert azt vettük észre, hogy megnyomom a klímát, hallom, hogy mit tudom én, egy másik kocsiba bekapcsolod, akkor elindul a klíma. Ennél akkor most megint megnyomom a szét, les. Nem megy, most megy. Tehát, hogy érzed, hogy most kezd el menni? Ja. Minden egy kicsit később megy rajta. A fék nem. De a tempod ilyen, a klíma ilyen, a hátul, hogy ne guruljon vissza, az is egy kicsit gurul, és utána megáll. Tehát, hogy nem egyből csinálja, amit akarsz. Hogy ez mitől van? A többi a Renault ilyenek? Nem tudom. Hányan nézik? 360. Csak van valami Renault. Amit valaki írja, Szecska azt mondja, amúgy is felfelé csal a sebességmérő, Csongor Roman, de azért nem erészkedjetek 140 fölé, csak Dacia.
nem akarunk amúgy, de mondom, viccen kívül ez a problémánk. Nem probléma, de mondjuk ez hülyeségben, ez nem probléma. Ez 130 elég. Nem is megvartam, de az, hogy minden egy kicsit késő. Ja. Miért, te megnyugtad a tempomatot a Honda-n, az ment egyből. Nem? Ment egyből, ja. Ez nem megy egyből, ennél kicsit válik. Ja. Nem baj, nem sietünk, ráérünk. Adam azt mondja, az újakban van már automata és digitális klíma is. Hát ez is új, tiszta új az új. Az autó, csak felszereltségi szintű függ, gondolom. Nincs, hát nincs jobb felszereltségi szint, ami ez. Nincs? Nincs, erre legalább létezik minden. Ha. Akkor a Logi-ban lehet, hogy nincs automata. A Duster-ban van. A Duster. A Duster-ban van minden. Meg az 4x4-es is van. Ja. Azok jók egyébként. Ja. Annyiban kell, kapcsolatban kerül több, mint ez. Enikő, Szatai, szia! Enikő, hogy vagytok? Jó látni a mi kis hazánkat. Erre járok haza én is, integes Debrecennek is. A Debrecen nem esik útba, nem? El kell fordulni. El kell fordulni. Igen, de... közelibe leszünk. Itt 30-40 km. Milyen Dacia? Logan, nem ez a... Logi. Loganba sincs szerintem, vagy abban van. Nem tudom. Zsolt, Süle, szia Robi, örvendek, hogy sikerült a vasárnapi találkozó. A rövid időre is, remélem nyáron hosszabbasan is találkozhatunk, további kellemes utazást kívánok. Na gyere át holnap is. Ja, ott volt is Budapesten. Hát nem hiszem, hogy átugrik Nyíregyre. Na, most át. Ne akarsz ugorni, át holnap este 7 órára fog szivacsékozni. Jajaj. Gergely Shifter, igaza van a sofőrnek. Kin voltam 2 hetet a nyugati parton. Kalap, szar, sok helyen, gyakorlatilag órákig nincs jel, ha úgy van, itt kb. Mindenhol van legalább annyi, hogy tudj telefonálni. Hát annyi biztos. Tényleg olyan volt órákig nem volt. Tényleg. Sokszor még San Francisco mellett is értem be, megálltam ott a híd előtt, ott se volt, alig volt egy vékony pálcika, meg Los Angelesben is helyenként szar a jel, úgyhogy nem értem. Sokszor New York City mellett is sokszor nem volt jel. Hát itt telefonálni biztos nem tud szerintem minden. Ahhoz már nagyon olyan. Tehát miután elindultunk, 4 pálcika van, majdnem full jelünk van, és nem szakadozik az adás. Mondanak ma az emberek, hogyha baj lenne, szar lenne a kép. Rendben adták, hát mondom, hogy ilyen nagyobb utakon. Na jó, mondjuk kis országnak, tehát most nem lehet összeérni Amerikával, tehát sokkal könnyebb lefedni Magyarországot, mint Amerikát. Jó, de azért most egy várost lefedni, mert azt mondtad, hogy ott sem volt jó. Ja, sokszor a városokban is szól. Azért itt most mit tudom én, Pesten volt neked egyedül, a, na jó, a hegyen nem volt. A hegyen, jó. De akárhol mentél ott. De nem, jobb lesz persze, sokkal jobb már látom. Hát azt, hogy a nálatok mi van, azt nem tudom. Zecskamester azt mondja, most nagyon fasza a live, jó a kép, semmi vinyogás. Na jó, akkor fog. Hát állítólag Romániában még jobb az internet. Tényleg. Jó, mondjuk mikor mész át nagy hegyeken, valószínű, hogy ott is, ott se hát éppen. Ott nem, de hát lakott területen. Én nem hallottam. Nekem Marosvásárhelyi tálban egy ismerősem, az sem mondta soha, hogy meg ott a Hargitában ott neki, majd elmesélem. Aha. Nem mondta senki, hogy ilyen, mint itt legalább. Hogy... átértünk Borsót, Abaúj-Zemplén megyébe. Ez tetszik, hogy kiteszik a táblákat, hogy átész egy másik megyébe. Ez már az utolsó utána már. Ja nem, még egy kicsit lesz baj. Laci azt mondja, Laci, a sóstói felüljáron nincs net. Tényleg? Próbáljuk ki? Itt van? Nem tudom, ott van valahol, ahogy megyünk ki sóstóra. Flamingo azt mondja, nagyon jó a kép, de törli a YouTube a lájkok, ott csak 48 van. Most én is benne vagyok, ilyenkor nem nyomnak annyit. Egy másik ilyen élő videóban azon versenyeztünk, hogy mennyi ilyen dislike van, és el kellett a 100-at érni. És úgy összejött. Igen? Ja. Hát nem mindig van egy pár ember, tudod, hogy el se kezdted, és már rá van nyomva, hogy ki az, aki az a mazonista, aki egyből dislike-olja, még el se indult a videó. Gyerekek, most azért nem nyomtak live-ot, mert utaljátok Fuxi bácsit. Köszönöm szépen. Pedig ő jó ember, lássátok, hogy feljött értem Pestre. Meg adott fűkosszát, meg mindent. Miért utalnak? Szóki mondó, hogy lehet ezért. Csúnyán beszélsz. Azért. Látszik, hogy te nem beszélsz ilyen csúnyán, mert az öregét, ezt ne tanult el tőle. Ez nem szép. Nem esztétikus. Szoktam néha én is egy-egyet elengedni, egy káromkodás, de... majd vissza kell fogni. Kicsit vissza kell fogni.
Amúgy gyönyörű idő van, most ezt élvezem nagyon. Mikor a nap süt, boldog vagyok, mikor nem süt a nap, akkor, akkor is oké, de akkor, akkor nem vagyok annyira mosolygós. Mikor a nap süt, akkor, vigyorgok egész nap. Majd. Két hete itt volt, tudod, a 3 hétig köd volt meg. Ja, rámegyek át az embert. Visszatérsz itt a valóságba most. Téli ködös. Ja, de ne, február, elme, március, a tavasz itt van mindjárt. Novemberi, decemberi, addig jó idő van. Ja. November, december körül. Connecticutben is ilyen volt, decemberig jó idő igen volt. Általában. Vissza a hurikán, tűzhangja, a kégyó, ja, az nem fog hiányozni. Biztos kerülnek ide ilyen fogalak, nem? Bőrödökkel, vagy valamivel, nem? Lehet. Horvátországban nyaralhatott ilyen kicsike sportbiók vannak. És pakoltak ki az autóból, és ott volt a csapattal. Jó. Christian Cross, vegan, ne kezdjünk újra együtt a polo business, van egy-két ötletem. Hát beszélhetünk róla, de nem tudom, érdemes-e azzal foglalkozni. De írj egy e-mailt, törődhetünk rajta egy kicsit. Ádám, jó, persze annak, ahol átbosszák az emberet, sőt, de ezek mellett van jó példa is. Hát persze a jót kell mindig keresni, gyerekek, nem a negatívoskodásra lehúzós emberek. Azokat mellőzni kell. Lássátok, megtaláljuk egymást a jó emberek mindig. Ha kimegyünk a Robihoz egy hétre, rátelepedünk családostól, aztán a barátságba ajtott kimutatja magát. Gyertek, szívesen láttak. Nagyon, ha az elfértek. Megyünk ki Tóriára, nyáron gyertek persze, cseresznyét tudjuk enni a fáról. Szerintem megfőzni azt a pálinkát. Nem főzünk pálinkát. Tészi, visszamehetsz majd korábban, mint 10 év lemaradtam, hogy mi történt a konzervátusan. Állítólag vissza, ja, majd az elejét néz vissza, ott elmesélem. De állítólag nem kaptam tiltást. Ádám, Rajli, ennyi, aki alkalmazkodik és van egy kicsi esze, bárhol lehet jól élni. Persze. Így van. Rajli, kimentem Angliába, 1000 forint volt nálam, amit átváltottam fontra. A lakásom ki volt fizetve egy hónapra, és azóta is kinnélek és sikerült összeszedni magam. De ja, akkor te dolgozol. Dolgozik, persze. Nem beszélsz csak. Ja. Ha dolgozol, akkor bárhol jó tudsz élni. Ezeket nem értem, aki figyeli ezt a videót, hogy látja, hogy jövünk itt mögötte, és kijön 90-ben előző. Ja. Megjött Ajdettek, jó reggelt mindenkinek. Látom úton, hogy én is megyek Stuttgart felé. Nézd Stuttgartba. Jó, de repülsz, gondolom. Kész az útvállalra, most ez nagy szó, mert 8 évig épült az autópályára. Igen. Hát ilyen Augsburg meg Stuttgart között, hát egy katasztrófa volt a közlekedni. Három sávos pálya egyfolytában forgalomban. És ezt képzeld el, hogy az 2x2-re szükült, szükített sávokkal. Hát a 6-ból csinált 3-4 sávot, 2 méteres virágvégén. 80 kilométeren keresztül. Nagy Szabolcs Kédi fülészelni fogtok? Nem. Na, ünnepelünk, gyerekek, nem dolgozunk. Valakinek az az ünneplés él. Nem. Zsolt Ganzler, sokan betit, mit csinál, betítenek erről a külföldi létről. Kimész, tapasztalsz, akkor tudod meg igazán. Persze, addig nem tudod. Laca, sokat látlak én is, Fuxi. Ha hónap nem dolgozok sokáig, én is ott leszek. Hát este 7 után ma, miért dolgoznám? 7 órán találtok ki, hogy mindenkinek már szabad. Ja. Nagy dolgokat úgy se lehet csinálni ennyi idő alatt, de most ha valaki kezet akar rázni veled, érted azt? Ja.
nekem rengeteg ismerősöm kimelt így, hogy megváltja a világot külföldön. Yes. 10-ből 8 azért. 5 év múlva visszajön. Valami még annyi sem. És nagyon sok visszajött gatyásabban, mint kiment. Tehát az a durva ebben, hogy hát most figyelj, ott nem fizetnek egyszer ki. Vagy elkap a gép, szíje kicsit, elmész egy kicsit. Maradt pénzed, hogy hazajöjjék. Azért csak számolt ki, mondjuk onnan Stuttgart, hogy erre haza 1200 km. Hogy jössz haza. 100 ezer forint a... Stoppolás már nem működik. Hát ebből, hát elviszel ennél. Itt a menekültek mehetnek az autók majd, de nem? Hogyha azt nézzük. Tehát itt elkezdesz sétálni, abba jött hozzám stoppa. Igen. Feljött az autópályára stoppolni, és körülbelül 10 percet töltött az autópályán, beült egy rendőrautóba, és elvitték a rendőrök a megye határa. Igen? Igen. Tehát itt nem? Németország, Ausztriában, meg fő Ausztriában szerintem nem is tudom, mit csinálnak vele. Az osztrákok azok törvényében. Lázár G, 10 éve vagyok Németországban, de Magyarországra térek vissza majd. Na persze. Te is visszajössz. Visszahúz mindenkit a szíve. A hideg van most nem. Enikő, Szatai, Robi, ma búcsúztunk el a Subarutól. Na, elkelt az autó, mennyit vitték el? Nem, ez egy másik Connecticutben egyik barátom. Robert Nagy, nyáron a Balatonra elmész körbe biciklizhetnéd? Ah, persze, tervezünk nyár Balatont. Állítólag körbe lehet biciklizni. Edina, ha mind a 12 hónap meleg lenne, akkor az már túl tökéletes lenne, még mindenki ide jönne lakni. Hát nem, mert nem mindenki szereti a 12 hónap meleget. Nagyon fúj. Ja. Kikapcsolt a tempomat is. Estére havazás mondanak. Nyíregyháza. Tényleg? Flamingo szépen el van takarítva a hó az autópályán. Ja. Fűtve van az út. Ervin Dávid, jó szép idő van nálatok, nálunk Erdélyben havazik. Láza Zsé, vásároljatok ingatlanokat, jó befektetés Magyarország. A vidéken kell ingatlanokat venni, mert ott jók az árak. Nagyvárosok, Pesten, meg Nyugat-Magyarország, hallom Sopron, Győr, nagyon el vannak futva azok is. Vidéken kell venni. Megtudtuk, hogy Fuxibá jó arc. Ja. Addig nem tudtátok? Hát figyelj, azért biztos, hogy sokat jelent, hogy valaki így eljött, tudod, az egy más szemszög. Ja, ja. Most ez ugyanolyan, mint hogyha most én tényleg elmegyünk oda hozzátok majd meglátogatni, az nem olyan videó lesz, mint a tiédnek. Mi nem arra fókuszálunk, amire te is, az más kiadja, más szemszögből, ja. MGIP 87. Szerintem jó hely Magyarország. Szerintem is. Neki azt mondja, hogy jó hely. Ki mondja, hogy nem jó hely? Nem, annyi helyen ezt hallott, hogy... Hát mindig van elégedetlen külön. Figyelj, Amerikában is sok amerikai van, aki elégedetlen Amerikával. Tehát, tudod, most mindenki nem egyformán gondolkozik. Van, akinek jó, van, akinek nem. Lacafaca azt mondja, nem is utaljuk. Na, lájkot Fuxibának. Köszi! Nagy Szabó azt mondja, irigyük! Irigyük székelyesek. Hát ha az én kezemben van, az nem probléma, nem? Megelőzik a rendőrt, és utána ki a lelő. Skoda Octavia kombival. Lehet nézni. Jobbra Miskóc, egy egyenesen. Tényleg vajon a rendőr nézi az én oldalát? Az nagy lenne. Nagy lenne, félrehúznos. Igen. Székely meg a Isten internet. Ha vissza is jött. A rendőr látom. Egyből elment. Lárnyék volt a nekünk. És itt már hogy fújja, érted, milyen szél van? Ja. Nem osztom meg.
szeretjük Fuxibat. Köszönöm szépen. Lázár Zsé, irigyek az emberek és utálkoznak. Ja, van olyan is sajnos. Mi nem vagyunk azok, mi boldogok vagyunk, az örülünk annak, ami van, nem? Ja, hát így van. Csongó Román azt mondja, az 1.6-os Renault motor 205 lóerős a Megane-ban az jó. De az is 205 lóerős? Az csak 100 lóerős, nem? Csak 100? 1.6 benzin. Lehet ez már sem Megane-ban turbós vagy valami. 200 lóerőt 1.6-os szívó motorból nehéz kihozni. Hogyha az turbó motor, akkor lehet. Gansler, nem kicsi ez az ózák, csak most kisebb, mint kéne. De a kerítéseket beljebb rakták. De kapásból tudok 10 másikot is itt az EU-ba, amely kisebb. Ja. T-Siri, nekem Romániában a Digivel, ami a legolcsóbb és nagyon jó jelen van. Igen, ott a Digi van. De az ott internet, telefon, minden tud? Azt hiszem, igen. Tévé. Amigo 720p, perfekt kép. Az faszom. Ja. Hát de csak ilyen rövid idősre, három napos vettem 1500 forintért Telekomnal. Van ilyen, hogy vettem egy feltöltős kártyát 2000 forintért, és akkor rátöltök amennyit kell. 1500 három napra. Vettem két-három napos, ja. Legyen, amíg itt vagyok. Mennyi idő, még megérkezünk? Még egy óra? Hát 81. Ja, még 81 kilométer. Kell megállni senkinek? Nem. Pisi? Nem. Jó. Korábban is hazaérünk. Benjamin P. azt mondja, nekem is ilyen a Porsche Cayenne automata és egy-két másodpercet várat. Nagyon zavaró, és fogalmam sincs miért. Az is biztos, nem is tudtam. Renault van a Porsche-ban. De nekem ilyen kocsim nem volt. Hát a Nissan se ilyen, nekem voltak BMW-k, Volkswagen-ek, apámnak is, ami volt, az se ilyen. Megnyomod a gombot, megy. Aha. Nem így, hogy válsz itt, és akkor egyszer elindul. Ez egy Porsche is ilyen, akkor nem is vagyok elszakul. Nagy Szabolcs azt mondja, az 1310-es Dacia is megy 130-150-nel, ha elég mély a szakadék. Azok a régi Dacia-ak, tudod, a 1310-es nekünk is. DLX volt, az milyen? DLX-ra emlékszem. Az is olyan. Azt is kellett mondani utána. Ja. Zöld. Nekünk kényelmes ülések voltak abban a gyerekkel. Arra emlékszem, hogy abban jó volt belejönni. Más minden szar volt, azt mondják. Én nem tudom. Ádám Boton, péntek reggel mikor ébredtek fel? Én 8-9 körül ott vagyok, de... Vaj, nem áll olyankor. De még megyek egyet vásárolni ezt a Tesco-ból. Hová vagy 10 órakor, nem? Ja, gyere 10-re, az úgy jó, nem? Még egyet felkelünk reggel. Együtt valamit, ja, megint. Ja. Jó, hát bejöhet ő is, nem az öt, tehát majd úgyis... Reggelire, gyere, Péter. Ja. Tehát nem indulunk el 9-kor, ja, gyere. 9-10 között hóda ész az ügy, ja. Jó, nem? Hát jó, mert én megyek reggel, viszem ezeket suliba, hazudja, hogy érjük. Ja. Akkor te fölkelsz, érted, valamit tegyünk. Ja, és akkor majd indulunk. Jó, ott 8:30 mire hazudja. Nem menj egy 4 óra a Süt Kolozsvár, Nyíregytől nincs ilyen messze. Nem a messze a probléma, azt ugye is el tudja Ádám mondani, hanem hogy nincs ott. Ja, nincs autópálya, meg semmi. Ja, most mindegy, hogy visszamentek Debrecen felé. De ahogy mondjuk jobb, a Várad felé megyünk, ja, Debrecen, Várad. Ott egy kicsit lehet gyorsabban menni. Aha. Viszont itt, nem tudom, mostanában tőlünk inkább ott mennek nálunk. Nem tudom, annak Vállaj, az a neve, hogy Vállaj. Arra fele. Azt kéne tudni, hogy pénteken napközben mennyi forgalomban, tudod, mennyien mennek átutazók. Mert aki Bukarestbe meg mindenhova mennek, azok mind arra Debrecen felé mennek. Jaj. Most sok román megy akkor arra is. A kérdés, hogy merre tudtok nyugodtabban menni. Aha. Egy kilométerben nem sok. Ja. Valaki kérdezte, voltam-e Balatonon, nem voltam még, majd az idén nyáron megyek.
Tudom, az egy Balaton körtúra, te is terve vetted? Akkor nyáron nyomjuk le majd együtt. Gabe azt mondja, nővérem, férje, na jön az is a hajónkon, az is. Hazahoztam, vettem jó roadbike, specialized, jó bicikli, 800 dollár, vagy 900-ét vettem annak idején. Gabe azt mondja, hogy... Becsajozol egyből, bocs. Igen. Egy 800 dolláros biciklivel mész egyet, figyelj, hát most. Nővérem, férje, Frankfurtból telekocsin 25 ezer rét hoz haza embereket Pestre, meg valamikor 20 ezer rét 2015-ös Peugeot 508 SW-vel. Úgy látszik. Gabe, a nővéred ezzel foglalkozik? A kocsival lehet már így, igen, amúgy ez sokat lazult meg ez a... Mi ez az Oscar, meg mi a másik? Ja. Tele kocsi. Jött a tesóm ide hozzánk látogatóba, és az is hozott magával egy-két ember Győrből. Volt, akit elvitt Győrből Budapestre, és ott kiszállt kettő, és beült egy, aki megjött Budapestről Nyíregyházára. Aha. És ugye jött, hogy... pár ezer forinttal. Hát aki úgy utazik mással, meg fölvesz idegeneket, annak jó. Ja. Lázár Zsé, Balaton van egy telken megvásárolhatott Boglár mellett 1800 méterre a parttól. Mennyit adod? Építsünk egy házat Balatonon? Kaláka vagy barátok, lemegyünk egy két hétres felnyomjuk. Egy kis vikend házat. Az egy ilyen telek, nem írja meg, hogy megy. Hát most kérdeztem rá. 1800, mint pont tudom, hogy az egyik majd, amit mutatod, az ekkora. Pötyi Pötyörgő, azt Fuxi, tetszik, hogy ilyen szépen beszélsz a feleségedről? Hát, próbálnék meg máshogy beszélni, hát figyelj ideig. A laska silítő hátadra kerülne hamar. Nyújtóvá. Ezt aki tudja, akinek van azt, hogy több mint 10 éve, az már tudja, hogy... De ez nem is illik, csúlyát, figyeld szépen, egymásnak a tiszteletet meg kell adni. Nyilván, meg most mire mondjak? Gyerekek, igazából akinek normális élete van, az most mit mond rosszat? Egymást szeretitek, tisztelitek, az ilyen kell legyen, családban nem jár. Nézzétek meg, hogy én eljöttem korán reggel a szélviharba, a kaput alig bírtam kinyitni, elbúcsúztatott, most megyünk haza egész nap, biztos főz itt a Robinak is különleges. Ezzel a felhívott, már mondta készakaja, úgyhogy... Hát mit mondjad? Tudsz rosszat mondani? Panaszok nem lehet. Sárkány, azért ezt tűr a végére. A sárkány. Házi sárkány. Nézd meg itt a konvoj, látod ezeket? Hát ez magyar. A magyar is csinálja, ugye? Hát most az hogy húzza? Hát mindegyik kocsi másfél tonna, három tonna futó, még egy tonna hozzá, négy tonna. Mivel valami SUV volt? Ja, igen, és hol van? Na itt a következő, ez már román, nem? Na, ez... Már a Marosi. Itt a rendőrség, ha nézi a videót, itt jött mögöttünk. Ez már nem tett. Jöhet is. Mit csinál, megbüntetik? Tudod mi a baj? Nem, az a baj ezzel, hogy ezt hozzák itt. Ez még hagyjam, de van olyan, hogy ugyanilyet még húz egy utánfutót, amin van még egy autó, meg még egy. És ezek sok baleset volt itt az utakon. Hogy a horrorkaravának, vagy minek? Nem hiszem, de hát ilyen szélbe felborul, és mondjuk ránk esik, mikor először meg. Meghalom. Akkor rövid volt a hazaut, értem. Ja. Samkup azt mondja, akinek esze van, az haza megy. Üdv Svédországból. Svédország. Na, akkor neked pedig még nem jött meg az eszed. Nem jött meg az eszed. Pedig mondják itt, hogy Svédország az pedig milyen jó hely, és hogy milyen nyitottság van, jó. Á, fasz, nem mennék én oda. Tudod. Főleg most, hogy a sok migránsot beengedték, és hát erőszakolnak mindenmire, a kocsikot gyújtnak fel. De hogy hazugság. Csak átitkolják, hát a sajtóban nem jelenhet meg. Szerintem. A rendőrségi riportra se írhatja rá a rendőr, hogy milyen fajtájú volt, aki elkövette a bűncselekményt. Tehát akkor miről beszél? Csak itt az álmokot rá a gyerekek, hogy a tévében meg nem ezt hallod, és elhiszik sokan. Ja. Elhiszik sokan. Mondták, bocs, hogy megint, de példának, hogy egyszer volt egy ilyen nyilatkozat, valamelyik ilyen svéd vagy holland ilyen zöld, hogy hát mert a 56-ban a magyarokat se küldték el, hanem hogy befogadták őket. Én épp meséltem a Robinak, hogy pont egy 56-ba elment a rokonunk, lakik Kaliforniába. A gyerekek azok elmentek, azok kivárták a sorukat, elmentek oda, ahova mondták, hogy menjenek, és dolgoztak 80 éves korukig.
ezek ide jönnek, összeszarják a vonatot, ledöntik a házakat, fölgyújtják, ahol megjelennek, elfoglalják az autópályát. Az ingyen pénzét, a pénzét jönnek, igen, tehát nem igen. dolgozni, hanem hogy kapják a segélyeket. Jó van, ne is mondjunk ilyet, mert még letítják a videót végén valaki. Ne. Nem tudom, hogy... Andor azt mondja, skodálatos rendőr. Igen. Laca-faca Fuxiba, a nevét először szegény Guganál hallottam, aztán nálad, Robi, amikor csomagoltuk ki a Damilost. Tuti jó arc vagy, Fuxi, talán egyszer összefutunk az életben is. Laca-faca, te hol vagy helyileg? Nem mutatod pontosat, mondd, de körülbelül. Mondtad már régebb, de nem tudom megjegyezni, annyian vagyunk, hogy... Esteban, igen, 1-2 és 720p, 60 fps-sel live-oz. Hát nem tudom, a YouTube-be szerintem nem megy emelt 60 fps-be, csak 30-ba. De az a baj, hogy nem tudom használni, a Streamlabs OBS valamiért nem megy a telefonomon, fekete a kép. Mind a két az S7-esen és S10-esen is valami probléma van vele, úgyhogy muszáj, csak a YouTube appen keresztül tudok most live-olni. Korea. De onnan hoztam ide. De én honnan, ja. És működik meg. Működik, ja. De valaki egyszer azt mondta, hogy ott nem ilyen a hálózat, vagy valami is. De ezek az új telefon quad-bendesek van, minden GSM-bendet tudnak. Ja, a régebbiek még, amit csak egy band volt, vagy dual band, az még nem biztos itthon működött, de ezek az újak már tudnak. Főleg a top modellek, ugye ez a top modell. De akkor ez is beszaratás, nem? Hogy megveszed Amerikába, és akkor ilyen régi okot miatt nem működik itt. Azt mondják, hogy mondjuk, nem tudom én, ne vegye Xboxot Amerikába, sokszor ott olcsóbb, és hogyha valakinek van ki, rokon kimegy, és hazahozza 50 000, és mondják, hogy nem jó, mert hogy valami régi okod miatt itt nem működik. Nem tudom. Neked működik, mit? Telefon működik, de nem tudom más elektronikával. Milyen helyzet? Gyerekek, elérkeztünk, ez Polgár, mindjárt Debrecenné vagyunk. Aha. És innéttől majd az Alföld, ugye ez megint egy sarkalatos pontja az országnak. Jó. Kérdezi valaki, mennyire vagyunk itt látni a GPS-en, 60 km-re. És akkor ez meg már majd itt lesz a Portobágy, ugye, meg arra felé van az Alföld. Ezek, mik ezek, ilyen pihenő, megálló üzletek? Olyasmi, igen. Van egy csomó üzlet is. M3. Egy udvar. Outlet, M3 outlet. Állítólag itt minden olcsóbb, de... Hát ezeket szoktál még mondani, hogy a platón fönn van a körbeháza. Itt mindenféle márkának van boltja, és hát itt elvileg... Mi a? Ami már maradék, azt adják el. Ilyen outlet, ja, oké, okay, jaj. Hát, de aztán a fene tudja, mert voltunk egy párszor itt, aztán ez csak ott így van, mert van úgy, hogy nem is maradék, ami van. Van úgy, hogy tényleg maradék és jó áron van, de nagyon sokszor meg ugyanannyiba kerül. Aha. És utazol itt, kijössz ide, hogy azt hiszed, hogy minden olcsó. Na, megjött Erika. Szia, Roberto! Szia, Erika! Voltunk-e? Ja. Voltunk kint Erikának a házánál, ami nap a Velencei tó mellett. Ja. Én most? Ja, szombaton voltunk. Igen. Ja. És hagytál ott valami emléket, vagy valamit eduktál? Nem volt ennyi eszem látodat. Pedig egy kis izét kellett volna, amit oda lenni. Ja. Hát megyek vissza majd tavasszal, mert mikor visszajövök tavasszal, vagy nyáron majd, több húzamosabb időre, akkor ott fogok majd Erika felajánlott, hogy ott anyázhatok. Belencék, mert egy kis ilyen weekend házak. Szép környék, ott laknak a nagyszülőim, a Csákvár. Gárdonyból van át. Ja, tetszik nekem az a rész. Szép az a tó is már. Most bent van, nincs olyan tömeg talán, mint Balatonon. Ugyanúgy tudsz fürödni, ugyanolyan. Kérdezte, hogy Debrecenbe jövök-e, Krisztián? Nem jövök, mert holnap este 7-től Nyíregyházán leszek is találkozó, aki szeretne találkozni velem, az
hozzájön holnap este. De hát mikor megyünk hazafelé Ádámmal, nem tudom, ha Debrecen felé megyünk, esetleg megállhatunk egy fél óra arra, de még nem tudom, hogy merre fogunk menni. Nyíregyházáról Kolozsvárra péntek délelőtt 10-11 felé. Mikor kell ott legyünk? Hát este hétre van találkozó vacsora barátokkal ott, de egy kicsit hamarabb, tehát hogy 5-re délután 4, még napvilág, délután 4-5-re érjünk oda. Tehát... Elvileg meg lehet. Hát jó, most azt se gond, ha 6-ra érünk oda. Ja. Hát csak ilyenkor mindig az a izé, gyerekek, hogy hol állsz, meg miért állsz, meg az, hogy megálljál egy fél órára, az másfél óra. Igen. Mert oda mész, hogy megálljál, akkor, hogy elinduljál, meg visszakeveredjél egy utatra. Nekem is sokszor mondták, mikor kiálltunk Stuttgartban, hogy miért nem állok meg itt, meg ott egy kicsit. És mondom, nem állok meg, mert tudom, hogy 10 óra az út, vagy 12 az út. Félre állsz, nem találkozom senkivel a benzinoddal. Ja. Legyél le, menj ki, akkor már WC-re mész, hol vász, nézzük meg. Ja. A tankóni meg az egy fél óra, hogy a tankósz, WC-re mész, mi? Én is megnéztem, az egy fél óra, akárhogyan ja. Sértsz. Ja. Itt ír, erős oldal, szép. Igen. Rossz vint, hallod, ilyeneket írnak ki Amerikában? Nagy szélvihar van, mit írnak ki az autópályára? Nem nagyon szoktak írni. Nem írnak ilyen? De helyenként van itt, ott is ilyen tábla, de nem mindenhol. És akkor itt van Debrecen. Jörünk itt Dudát, Debrecennek. Hogy? Megállt? Nem, mert csak itt néztem az értesítéseket. Semcup vegan van, nekem ott van egy eladó Jeep Grand Cherokee 218 lovas, 3 litres 2006 és már is megvan az amcsi hangulat. Ja, hát nem veszek olyan nagy motorú autót ide. Megeszi a pénztárcámot. Jackal 70, én Máté Szalkai vagyok. Vállajnál szinte nincs forgalom. Én is ezt mondom, hogy szerintem Vállaj fele úgy tudtok menni, hogy lehet, hogy már most érted a nagyvárat fele, ott tudom, hogy ott a románok is, meg a magyarok is, ott a 100-110 dolják. De föl a hegyre dugó van, a kamion beáll dugó van, a határnál ki tudja mi lesz. Ja. És ez a Vállaj környékén meg olyan szépen lehet 90-100-dal elgurulni hátulra. Sokan mondják most itt nálunk, hogy inkább arra mondják. Judit Kovács is azt mondja, Vállaj a legjobb. Ugye? Csalános Nagy Károly. Vállaltam. És ugyanúgy odaérsz Kolozsvárra, csak fönten. Aha. Kilométerben mennyi különbség van? 30 kilométer, ugyanannyi? Ja, nincs nagy különbség, ja. Valaki mondja, hogy magatokat mutasná az utat, mert az unalmas. Hát néha mutatom magunkat is, csak nehezebb nekem olvasni a kommenteket, mert akkor a kamerát távolabb kell tartsam, mert nincs ultraszéles selfie kamera, ja. És akkor ki kell nyújtsam a kezem, hogy a képernyőt simogassam, lesz fel. Meg én nem is látom magam, mert ott elhúzom. Miért nem néztük egy másik telefonot? Ja, hát az lenne a megoldás, de úgyis kell fogjam. Még egy 10 percet itt beszélgetünk és akkor... Ja, vége... Hát 30. 30. Már jön. Hát végre is. Elmehetjük, hogy megérkezünk a fővárosba, a keretét. Keleten ez a főváros? Nem tudom, mert hát Debrecen Miskolc Nyíregyháza, de sosem eszembe egyesekbe kijajunk el, tudod. Debrecen nagyobb város, jó van. Egyébként. Na, Erika is kérdezi, hogy érdeklődik, mennyi az ára a teleknek. Lázárzsi azt mondja, nem tudom pontosan, kb. 8 éve vásároltam. De akkor hogyan vegyük meg, ha nem tudod neki? Adunk érte össze. 500 dollár. Erika, mindenki ad 500-at, na ki van benne, én benne vagyok. Közösen vegyük 500, adj te is 500-at. Filip még behívjuk, ja. Ő még megérdemli. És akkor így mindenki máskor használja, tudod, ne akkor adom. Megyünk, akkor megyünk. Én levágom a füvet is. 2000 már összejött. Kiszáll még be.
beszállunk egy 20-an, az már 10.000 dollár. Az már jól néz. Leslie G, én is Nyíregyről származom. Hogy én is Nyíregyről van, sokan mondom Nyíregyre. Meglepődsz, hogy meg ilyen. Nagyon érdekes. De nekem, hogy az asszony, hogy Nyíregyházi és Győrben adtak a szüleim, furcsa volt, hogy mennyi Nyíregyházi van az országban is szétszólva. Nincs annyi szombathelyi példát, érted? Vagy hogy vagy mit tudom én. Ó, a nagyvárosokból mentek, de... Hogy mennyi, hány lakos van? Nem tudod, hány lakos van? Szafac a nagy kanizsán, ez volt a kanizsán. Most Dunán innen van. Dunán, én most Tiszántúl vagyok, ez már. Hát, hogy a túlsó felére nézed, el is a Dunán túl van. De itt mindig Budapest és Kelet-Nyugat, tehát amikor itt mondják ezeket a dolgokat, mindig csak arra gondolja, hogy Dunán, Budapest a közepe, és akkor a Dunán túl a nyugat, a Kelet meg a Tiszántúl. Tiszántúl. Mert ugye jogos, hogy most Ádám azt mondja, hogy ingyenesen ad a Samsung régiókódot. Ja, igen? Hogyha veszünk valamit kint. Aha. De hát én ezt mi az? Kell kérni, mert én nem kértem. Tehát azt mondják, nem működik rendesen, ha nem jó régiókódban. De hát ha működik jól, akkor lehet, hogy magától is. Andorger azt mondja, polgár, itt van a csirketelep, a sok ikarusz. Tényleg, igen, igen. De azt ismered akkor? Autótemető múzeum, mi az? Van egy pali és egy jó itt felé szokat meg. Mindenféle ilyen teleti. Komoly csatornája. Igen? Nem is hallottam. Igen, nem? Meg kell nézni este. Balog is van, jó utat, köszi, üdvözlet Győrből. Most már Debrecenhez közel vagyunk, vagy már is vagy? Nincs Debrecen. Krisztián azt mondja, az M3 outletbe kupon napokon érdemes menni. Valamnak, de nem szeretnek éjjelni, mert egyszer voltam, először mentünk, a Lacik a kicsi volt. És képzeljétek el, hogy leparkoltunk, ezért zöld gyep. Mi kiszálltunk a kocsiból, a gyerek oda ment futkározni a füvön, tudod én, és ott ráléptem. És oda jött egy biztonsági, azt mondta, hogy ezt fejezzük be, meg kell lépni. Hogy nem lehet a fűre lépni, tudod, ilyen izény. Na hát, csak nem szabad. Mondom, akkor köszönjük szépen, mentünk tovább Debrecenbe inkább. Ugye ez a valaki picsám, hogy miért néztem oda. Vé Attila, Robi, el ne felejtsd átállítani a cuccokat 50 Hz-re, például a GoPro-t, a Mobius-ok, a kameraknál van ez a beállítás, hogy Amerikában 60 Hz-re kell tenni, és itt 50 Hz-re, hogy ne vibráljon a kép. Ja, de ez csak benti videóknál. Nekem vibrál. Akkor a vizsgál. Meg kell nézni ezt, akkor lehet az évig. Meg kell nézni. Ilyen edektől jó. És van Kovács, megvan még a telek Ecuadorban, mi a célok vele, jó látni téged itt van. Köszi. Hát
megvan persze, megyünk ki majd januárba, következő januárba, 2021 januárba építsünk egy kis weekend házat. Hótapítjuk, milyen kocsi ez, Fuxiba, Duster, nem Duster? Lodgy. Rajli, láttam, mikor voltál Gatwick-en, de addig már beúttál a Csekkó, vagy felesleges volt már kimenni. Ja, majd jövök Angliába is, de még nem tudom mikor. Tudni, Tremmel, Tatabányára, úrjatok be. Erik azt mondja, két napja itt Los Angelesben van olyan nagy szél, hogy visz mindent. Hát tegnap Budapesten is olyan volt, a lábamról vett le, kín voltam a Margit szigeten, a parlament országházánál. Haza kellett gyorsan iszkoljak. Ne, hát akkor a sor volt, hogy százan voltak, mondok, nem állok, hogy teli volt turistával. Voltam egyszer én, nagyon régen. Évi, vasárnap volt az a szombat? Tényleg vasárnap voltunk, nem szombatok? Erika azt mondja erről a cseresznyeli körtehet. Andor, gyere majd, az S20-ason lesz ultraszéles selfie kamera. Hát remélem, hogy ultraszéles lesz, mert ezt nem szeretem, nem elég szélesre, ez az egyetlen bajom ezzel a telefon, a selfie kamera nem elég széles. Hallgító, sziasztok, jó utat, sok szeretettel, köszi, köszi. Szecska mester, Debrecen, a Kelet fővárosa. Mondtam, hogy lesz belőle háború. Nincs megegyezés. Tényleg Debrecen a legnagyobb város. Ez a ország második legnagyobb városa. Ja, az már 200 000-es körül van. Annyi biztos. Még lehet több is, hogyha nagyon sok ilyen külső, ilyen, aminek hívják ilyen belevizet, szállnak ilyen kis. Runner Under, azt mondja, én is beszállok. Ez a haver Jerseyből a Runner Under, aki megállítottak, mikor lett a lábozása. Ő is beszáll. Akkor vegyünk telket valakit. Akkor 2500. Ez is hülyeség. Lázár Zsé, mondj egy árat. Mondtam, kell húzni egy lakókocsit, vagy valamit letenni, hogy behessen úgy megszállni. Szabad elszíni, hogy akkor szállni. Vannak ilyen mobil, 2-3 millió egy ilyen mobilház. És pont alapot kell neki csinálni, és az akkor a méretű, amihez nem kell épült és engedélyt. Kell engedélyezni, be kell menni szólni, hogy mit akarsz. Ja, ja. Biztos van olyan hely, ahol azt mondják, hogy ezt így nem hozhatod, de tudja, hogy van olyan, ahol van, hogy simán nem tudja. Ja. És ott van meg két szoba, egy kis vécék, hogy van. Ja. Radványi Ferenc, jó napot, urak, szia! Gergely, Shifterin, Szombathelyi vagyok. De várjátok, kicsit lemaradtam a kommentekkel. Erika Fuxi, benne vagyok. Vegyünk még közösen és vegyük meg közösen és csináljunk egy bulit anyát. Azt hiszem. Oké. Okay. Lehet most lázasan kérdezni, hogy mennyibe kerül. Beatilla, Amerikában meg majdnem minden magyar, akivel találkoztál, kézdiről való. Hát sok van kézdiről is, ja. Kézdi is olyan, mint Nyíregyháza itt Magyarországon, hogy ja, mi is ott vagyunk mindenhol. Ádám, van olyan telefon, amit 5 percig használsz nemzetközi színmel és feloldja magát. Oké, hát automatikusan megtörténik ez a régiókód lehívás, akkor gondolom. Hát amikor foglalkoztunk ezzel, mi az ilyen 3 évvel ezelőtt volt, tehát azóta sokat fejlődöttünk, mint 3-4 éve. Ja. Már most lehet, hogy jó. Egyszer hozott egy iPad-et a csatnál, ott kompokban.
Igen. De nem kellett azzal sosem megcsinálni. Nem volt önmagadó is. Andor azt mondja, persze, hogy ismeri, volt ott Ikarusz találkozón két napra. No. Megjött Ahmed, azt mondja, sziasztok, én algériai vagyok. Ez is jó. El is higgyük ezt most neked? Igen. Gyere át hétre, holnap. Megbeszéljük. Gyere át, Erdélybe tudunk munkát adni neked. Ja, igen. Hogyha pékségbe szeretnénk dolgozni. Petra, üdv Kisvárra. Nem megszakadt az adás. Van ott ismerős, meg... Ja. Meg régebb ilyen csereg kirándulós, testvérvárosi dolog. Na, megjött anyukám is, jó utat nektek, üdvözlöm a barátait. Köszi, mama, köszi. Már mindjárt megérkezünk, ez utolsó van Szabó, Ecuadorban szívesen csatlakoznék az építkezéshez. Jó, van, kell segítség oda. Nem hiszem. Csak hogy jönne segíteni, építeni. Rajli azt mondja, drónyos Vili kell már csak hozzá. Hát várjuk a Vilit, én csalogatom már. Meglássom, milyen jól élek itthon, milyen jól érzem magam. Akkor fog majd jönni is. Rokványi Ferenc, Franciába mikor megyek? Nem nagyon kívánkozok Franciaországba. Amennyi cirkusz van ott a sok izével, tüntetés, a migránsok gyújtsák fel az autókat. Nem nagyon kívánkozok most oda. Lázár Zsé, minden eladó, ha van kereslet, akkor van kínálat is. Na jó, de árat nem akarsz azért mondani. Várod, hogy felicitáljuk, mi? Szia Zsolt, Debrecenben megállhattál volna, de most nem állunk meg, talán majd pénteken. Angliában Békés megyéből rengetegen vannak, mondja is van Szabó. Anyukám azt mondja, hogy látom, itt van pálcika bőven. Ja, jól működik a net. Lázár Zsé, ez a telek Orda Csehin van, a legszebb terület a településen, falu közepén. 1950 négyzetméter, 3,8 millió, közmű nincsen. Szerintem egy nagyon jó ára jelenlegi árakhoz képest. Annó több telket felvásároltam. 3,8 millió? Az mennyi dollár? Cegléden is van olcsóbb, az 1700 négyzetméter. Már nincs olyan számít, hogy hol van. Karcagon régen túl vagytok akkor? Ajaj. Már visszafele megyünk. 13.000 dollár. Ja. 3,8 millió forint, 13.000 dollár. De volt, de ott nincs közben. Tehát, ha a falu közepén van, ott vagy nincs. Azt nem értem. Az utcában van, közben, ez a lényeg. Hogy valahol ott legyen. Ahonnan te be tudod majd. Ja. Tehát... Mert az jó van, ilyen 2400 méteres telek, nem vagy helyhez kötve, érted, de nem az van, hogy most te egy városban kell, hogy járjál mindenképpen, hanem most te akarsz valamit csinálni, vagy olyan dolgozol, amit otthon jól tudsz. Itt nagyon sokan úgy laknak, hogy 500 négyzetméter a telek, 300 négyzetméter a ház, és mondja, hogy családi házban lakik kertem. Mert az nem kert. Most van
Nándó, sziasztok! Hajdunálás mellett elmentetek már? Elhagytuk már? Igen. Hát most jövünk le az autópályára, mindjárt. Aha. Azt mondja Lázár, hogy a gáz, villany, víz a telek határon van. Az utcán van. Két méterre. Az jó. Nem, azért, mert nem tudtam, mert sokszor van olyan, majd mutatom neked itt ilyet, hogy az egyik házig van minden, utána nincs. És nem tudod tovább vinni. Ahhoz akkor ki kell építeni, vagy mikor már mindenki kiépít, mondja, hogy többen kell, hogy legyetek. Nem tudja oda vezetni a csövet az utódútól, nem vezethetsz kis csövet, amit a telket kötnél be. A nagy csövet, akkor neked kell arra jönni. Ja. És ez nagyon sok néz. Ez olyan, mint neked is a tanyár, ott volt a nézes, mint hogyha odáig el kellett volna minden szomszédtól hoztam én át a villanyt. Hát ők hozták át, én csak beraktam a villanyoszlopot. Ja. Az nekem ott egyébként nem volt, nekem saját kutam volt, ugye én fúrtam magamnak. De azt ültél azt a vizet, vagy hogy ittam meg? Nem ittam meg, én csak... Hogy jött? Nem itt, csak desztillált vizet ittam, azt csak mosni, meg öntözni, meg ilyesmi. Van ilyen. Ez nem is rossz ötlet, gyerekek, összedobni a pénzt, venni ott egy telket. Mit szóltak? Én komolyan mondom. 4 millió, hát adja olcsóban, és akkor a övé is marad. Még leakusztunk, kicsit akutható, azért ugye minden akutható. Persze. Jó, 3,5 millával megegyezünk. Gyerekek, elhagyjuk az autópályát. Igen? És még meg se kellett állni. Arra van Debrecen, akkor mennénk. Jobbra Debrecen. És akkor ott arra megy. Négerház. Cikor meg vagy? Szabolcsi levegő. Kiara. Kicsit szállt. Egész jó idő van itt. Nem rossz. Egy kicsit hűvösebb, mint Pesten. A szél fog. Mennyi van itt most? 9 fok van? Nem tudom, 9. Ja, attól érződik, hogyha fúj a szél. De nagyon fúj itt, tehát Pesten már nem fúj. Debrecen balra. Szélyre valamit csinálunk, amíg eszünk, és akkor utána lehet menni, beérjük. Apukám közutas biztonsága a kezetekben van. Jó, fúj. Jó, de a felhő nincs, az jó. Holnap átomány jó idő lesz. Aha. Kifújja ezt a sok szemetet innen, most nagyon sokáig köd volt erre, én szokom meg. Nyíregyháza 7 km, 4-es út. Megyünk. 10 perc, 9 otthon vagyunk. Van 10 percünk tehát. Nagy már megyünk haza, mint ahogy mondtuk. Csak megállna valamit. Megyünk majd inkább délután elnök ilyen csavarokra. Ja, ebéd után egy kicsit szétnézni a valamit városban. Hát a szél, nem, mert megnézzük át. Teszünk sapkát. Ja. Otthon van mindenki, mert mackó, hogy eljött ilyen iskolába, nem ment, hogy abban is plázába elmegyünk, aztán is volt elég plázába. Ahogy látom, hogy szállnak itt még be emberek. Takács Máté azt mondja, mehet. Mi? Ja, beszállna. Mondom, hogy össze kell ott írni, megegyezni, lealkudni. Ő is az idén jön haza, Máté ott van Bostonban. Igen. De most már mondom, hogy egy 500-as bedobunk, figyelj. Ja. Nem veszünk össze 6-an, 7-en, vagy 8-an, vagy nem tudom, várjunk el. Ja. 13 000 kéne alkudni, vagy kicsit azért. Tehát 15-en, 20-an már akkor ott érted, nem marad idő megszállni. Túl sokan. Túl sokan vagyunk. Egy 1000-essel kéne beszállni. Melyik az mennyi? 100? 124. Jó, akkor nem utána. 366-on vagyunk még. Nem utána. Nem. 40-ből azért csak lett. 100 feles. Jó. Laca-faca, föl kell rántani rá egy székely gerendaházat és lehet kempelni. Persze. Ja? De benne vagyok. Na,
kettőt, ja. Van is 10 percünk, vagy ja. Hogy megérünk. Mondtuk, kettőre érünk mondtuk haza. Kettőre hazaérünk, még nincs. Sőt, kettő van. Után érünk, igen. De... Úgyhogy akkor menjünk. Menjünk egy kört. Van itt a szép központ, ilyen parkocska, meg minden. Központ. Itt nagyon szép központ van, azt mondta az amerikai rokonunk, hogy az olyan, mint Disneyland. Igen? Igen, mert ilyen kis színesek itt, erre felé kicsit színesek. Aha. Olcsó vasudvar, zárcelvények, lapos acél, szög acél. Lehet ilyet szívni, közben vagy. Jaja. Jó, mert manapság már mindent ki kell takarni, meg eltüntetni, meg nem tudom ilyen videókban, nem? De nem cigi amúgy. Mi az, mutasd meg. Ilyen. Ilyen hibrid. Ilyen hibrid, IQOS. Hibrid. Ja, félig rendes szívű, félig ott füstöl van. Félig igen, félúton van. Lazarzsi, azért küldjél egy e-mailt, megkérlek, hogy azt a telket tudjuk megnézni, add meg a koordinátait, vagy valamit. Ja, hogy hol hogyha van. Hol van, ja. Na de az úgy jó, hogy ott a közmű ott van, akkor az be lehet kötni, az nem probléma. Andor kérdi, mennyit evett a Lodzsi? Én nem mutatja tudom, mert szélvihar van. Hát, egy olyan furcsa, a zöld előtt a sárgát, a lámpák adja. Igen, hogy Amerikában pirostól zöldre ja, megy. Persze, jött a gyorsabb a reakció. Ja. Hát ez most 8,9-et ír, de ez nem lesz jó, mert ezt a kocsit mi szinte csak városba használjuk, 3-4 kilométereket megyünk vele, ami ugye nem tud takarékosan menni. Szerintem ilyen 7 liter körül fogyaszt. Lázár Zsé azt mondja, szilvórium kérdése az alkutárgya. Micsoda? Szilvórium kérdése, pálinka kérdése. Pálinka, hát na jó, hozunk. Ez nem probléma, én tőlem nálunk is megalkuthatunk, de akkor 3 napig alkuszunk, hogy jó lesz az ár. Vagy ha nem megalkuthatunk másképp, Lázár, te adod a telket, mi építünk rá a házat, te is részesed, tehát úgy... De ezt mondtam én is az elején, hogy miért nem úgy ja. Csináljuk, mert most jó, hogy nyilván ugye, hogyha többen vagyunk, ott valamit kell ott neki adni, hogy... Persze. Mert akkor a telek ott a legértékesebb, hogyha úgy nézem, hogy kinek mennyibe van. Az egyen feltételeket a végén ki lehet alakítani, és akkor... Ja. Most már ki lehet kapcsolni, nem? Mit? Hogy nem mondjuk, nem mondogasson. Ha lekapcsolom ezt az egészet, hazatal lesz már innen. De nem hagyja abba egyébként. Nem hagyja abba. Vagy várjál? De nem, itt kell. Hol vagyok? Valahol ki kell. Hol vagyok? Ott van a beállt, nem ez. Valahol... Na, nincs stop gomb, nincsen. Mit tudom én, hallod, hát... Kapcsolt kész. Itt, ja, ott van a törlés, van olyan? Ott van egy útvonal. És akkor itt kell, ott van a törlése. Itt van ez, és akkor mondom, törlő. Nem akarjuk törülni, csak megállítani. Jó, és akkor most nem fog beszélni. Na jó. Közben mutassam itt, hogy merre járunk. Ez a bevezető út. 4-es számú főút. Debrecenből, aki jön, erre fog jönni. Flamingo kérdezi, vannak elektromos buszok Nyíregyházán? Hát nem, gázosok vannak. Gázzal. Gázzal megy? Igen. Nincs elektromos, hanem gázzal megy mindig. Most cserélték ki, egy-két éve az összes buszt, új buszokon. Anyukám azt mondja, megnézzük legalább mi is, ja, bemutatjuk. Persze, megyünk egyet. Nyíregyházat. Mangó Tango, eddig milyen Magyarország? Nekem tetszik, én jól érzem itt magam. Jó, egy hete vagyok csak itt, ja. Tudom, ez még kevés idő, de azt szeretem, hogy magyar emberek között vagyok, magyarul beszél, itthon érzem magam. Migráns életet meg lehet unni, higgyétek el. Én nekem elég volt 15 év migráns élet, több nekem nem kell. Jó, az nem azt jelenti, hogy még nem megyek ide-oda kirándulni, meg egy kis weekendházat Ecuadorba felépítünk, néha elmegyek oda pár hónapra, unom a hideget, a telet, de én itthon szeretnék lenni nagyjából. Az most ma Magyarország lesz, vagy Székelyföld, hol itt, hol ott, itt már a távolság nem olyan nagy, lehet menni ide-oda, nem muszáj egy helyen éljek.
Szabós Nyíregyháza, az UTC Székelyföldre mikor jössz? Most itt leszek két napot, pénteken jön Ádám, átvisz Kolozsvárra, szombaton érkezek Kézdire. Edina, a Dacia Duster 5 liter alatt fogyaszt. Igen? Hát a dízzel esetleg. Az 1500-ös dízzel, ja. Ezek nem fogyasztanak annyira. 1.3-as turbó, olyan szélviharba megyünk itt, hogy egyébként tudnak fogyasztani 5 litert. Ilyen lassan, ha mész. De ja, ha óvatosan mész, ja, nem 130-en, 90-en. Jó, csak ez megy is. Mert ugye azért a szívó motorok azok lomhák. Uh-huh. De nekem ennyit fogyasztott a másik kocsik is így városban, ugyanennyit fogyasztottak. Városban 8 és 10 liter kő alatt nem állsz meg, te így néz. És ugye az a legnagyobb probléma, hogy... Nincs meg nagy a doboz ezen, ugye? Igen, tehát ez nagy. Nagy budi. És hát meg ugye nem melegszik a motor be. Hát hogyha már egy faluban lennél és onnan jönnél be, akkor már jó lenne a fogyasztásod. Ja. De itt az van, hogy beindítom, és mire megállok, addigra fúj meleget. Ja. A legrosszabb körülmények. Nekem a Honda, az Odyssey, a minivan az olyan volt, beindítottam, és egy vagy két perc átállt, már a meleget fújt. De ott nem is volt hideg. De nem, voltak hidegek, tehát voltak ugye Colorado, meg voltam hideg helyeken, ja, de meglepődtem, hogy milyen hamar, tehát egy-két perc már meleget fúj, hamar, nagyon ennek hamar. Ennek kell egy, azt néztük pont, hogy majd elmegyünk arra, amerre járunk suliba reggel, és egy olyan egy kilométert menni kell más felett, amikor már úgy meleget fúj. Aha. De ez mondjuk mínusz 5 fokba. Ja. Van valami előfűtés talán. Szerano azt mondja, menjetek be a metróba. Van itt metró? Á, az üzlet, gondolom, nem aludj arról. Van metró, de miért menjünk oda? Nem megyünk. Mehetünk, de az nem annyira... Mi nem járunk a metróban olyan. Itt Nyíregyházán marha sok ilyen nagy ker van, ahol... Hát jóval, tehát így olcsóbban meg jobb dolgokat lehet megvenni, mondjuk mint egy metróban. Aha. Nem tudom, mert még Győrbe laktunk, ott nem volt ennyi. Itt ugye nagyon sok ukrán, meg hát már most ugye a szlovákok, nem a románok, ukránok járnak ide azért át. Aha. És lehet, hogy ezért több ilyen. Ezek ilyen, hát ilyen majdnem, nem élelmiszer, mert mit tejet, kenyeret nem tudsz venni, de ilyen háztartási cuccokat lehet venni. De mindenfélét, amit el tudsz képzelni, minden van. Aha. És hivatalosan, meg számla, meg. Amúgy jó a kép, gyerekek, most már még csak két pacika van, most egy kicsi sovány a pacika. A központ még nincs itt, még messzébb vagyunk. Mikor nem sok, itt mindjárt beérünk. Lázár Zsé, Fejszen ott vagy az ismerőseim között, elküldöm a fotókat, infókat, stb. Jó, nagyszerű küldje. Épp meg a címet, hogy hol van, tudjuk térképen megnézni. Kicsit kukkoljuk meg le. Szecska mester, nem tudom mi a neve, de a Mekinél a tó nagyon faszán meg van csinálva. Az a bújtosító. Most újították fel. Igen. Napelemek ezen. A gyógyszertáron. Ez büszkék rá, ez 100 éve már itt van is. Elég régi. Ja, sok régi épület van. Ezt mondta az amerikai, még hallod, mikor ugye jött, ugye 56-ban a gyerek volt, na egy éves, amikor kiszöktek. Aha. Illegálisan. és ezt mondta neki, ez volt a furcsa, hogy marha régi itt minden. Ja, ja. Hogy elég sok dolog van, ami hát most egy ilyen ház, érted, ez hát, az Isten tudja mióta. Ja. Na, most balra nem megyünk el, arra is még van belváros, itt megyünk ezen a részen. És akkor itt szemben van a főtér, meg a Mafia Banknak a fő épülete, ami a város közepén áll. Legnagyobb, leg minden. Ugye a korrekt üzletből származva, meg tudták ezt már 1700-ba csinálni. Ez kisváros Nyíregyház, ilyen kis, ez a főtér. Itt van egy ilyen rendes főtér, ahol itt vannak kávézók, éttermek. Parkocska, falak. Igen, ez a városháza. Hú, de vagány ez a templom. Ez meg igen, ez egy templom. Hát kell tegyem a széles kamera arra, hogy jobban lehessen látni. Várjál, lemegyek akkor ide. Egy kört csinálsz. Ez itt a törvényhozás épülete. Aha. Itt van a... Mögötte van a börtön. Ez elég ritka egyébként. Itt úgy van megcsinálva, hogy a előzetesbe, ha vágnak, akkor itt van e mögött. Messze nem kell vigyenek. Itt úgy tudnak vinni, tárgyalni, itt nem kell rabó, meg semmi, hogy hurcoljanak, hanem itt átsétálsz az épületbe. Uh-huh.
Na, és akkor így néz ki, itt vannak ilyen szép kis... Mind bank, amúgy, tehát ez Budapest Bank, amúgy mutattam az OTP, ez nagyon érdekes. Ha. És ez a városháza itt. Ez szembe? A szembe, igen. Oké. Okay. És akkor a szocializmusnak a műremeke van most velünk szembe. Ez a művelődési ház, egy beton. Hát ez a 80-as éveknek az ott, az egyenesen, aminek okay. neki mész az. Hát ugye ezt valaki erre azt mondja, hogy ez gyönyörű, valaki meg azt, hogy nem. Szecske azt mondja, magyar viszonylatban azért nem kicsi nyír egy... Hát nem tudom, ötödik hely, vagy hányadik. Debrecen meg Miskolc talán nagyobb, ugye Győr. Gárge, ez a baj, Budapesten is régiek az épületek, nem alkalmasak a 21. századra, de nem akarnak felhőkarcolót. Hát, de azt nem engedik. Meg miért nincs felhőkarcoló Budapesten? Azért, mert van, nem tudom miért. Valami magasságkorlát. Mondjuk most nem a belvárosban, de egy kicsit arra. Nem tudom, hogy sehol nem engednek magasságot. Ez a művelődési ház? Ez most ezt is rendbe rakták már, de ennek ez a lényege, látod, hogy itt kiló, nem tartja semmit. Ja. Tehát, hogy ott van egy tartó ilyen pillér, ez vasbeton, és itt... Nem a legszebb építmény. Hát, ennek inkább ilyen... És akkor apám az építőiparban szokott dolgozni, az mondta, hogy ennek az a... Ez, hogy ezt így elbírja, és fölötte is ugye épület van. Tehát itt nem tartja, itt nincs semmi. Hány lift akna van ott? Hát a túlsó fel egyensúlyba tartsa. Ja. És akkor mindig szokta faterom ezt mondani, mert ez meg téglából van. Aha. Tehát ez a tégla... Ilyen biztos van Amerikában sok, hogy azért ehhez is kell ész, hogy ezt össze tud rakni, hogy ne mind a kártyavár ne dőljön össze. Aha. És akkor itt van egy bevásárlóközpont, és elmegyünk itt jobbra most már. Nem tudom, hogy arra be tudsz-e, hát annyira. Na hát ez meg itt egy, hát ilyen, nem tudom, megmutathatjuk. Látszik valami? Nem, mindegy, nem kell minden meg... Na menjünk a bújtosító fele haza akkor, azt akkor azt is mondtátok. Hogy... Most jó, szép idő van, süt a nap. Szép megnézzük idő van, süt a nap. Igen. Ó, mama, szita. Megyecskék, látod, akkor elmegyünk itt jobbra, vagy balra. Szép csinos lányok mindenhol vannak Magyarországon, az a jó, azt szeretem nagyon. Itt épül az új uszoda. Most lesz kész, vagy kész van talán, nem tudom. Itt sok dolog nem volt eddig. Hotel California, EU Hotel. Ja. Nagyon fúj a szél, hogy libegnek a izék. Na ide állt egy busz, ez nem új busz. Volán busz. Ja. Egy-két ilyen régi maradt. Ezek ez a, még füstösöke? Ez igen. De csak ilyen maradt a régiek közül ez a, nem tudom mi a neve. Ami így néz ki mindegy pár darab. Szerán azt mondja, az Arany János utcára vidd el Robit. Mi van ott? Mi van ott? Hát menjünk még itt egy-kettő délután is, hónap is csavargunk. George azt mondja, szabály, a parlament épületétől nem lehet magasabb épületet felhúzni. Igen, van ilyen szabály Budapesten? Nem is tudtam erről. Botond lehet Csikós, hello mindenkinek, szia Boti, milyen helyzet Kansasba? Gergely, nincs magassági korlát, csak szokás volt nem nagyobbat építeni, mint a parlament. Én is tudom, hogy ez nincs. A mószékház elvileg 100 méter feletti lesz. Itt valamiért mindig nem csináltak ilyen felhőkart. Régen mindig ráfogták, hogy mert hogy nem sziklás a talaj, és akkor nem bírja el, vagy valami ilyesmi volt. Uh-huh. De szerintem itt a mai világban már mindent meg lehet oldani. Ha akarna, valaki tudna. Szecske azt mondja, a városkép miatt nem engednek felhőkarcolót, meg hát az igény se akkora rájuk. Nem is hát tudom, mivel lenne tele egy felhőkarcoló. Hát irodaházakkal, meg apartamentekkel. De itt rosszul vannak, már egy tüntetés lenne, hogy 50 emeletet kell főfele menni. Igen? Már nem tudom, hát mindig van valami, ami nem fekszik. Szóval itt abban a körben ott van még, ott még egy ugyanennyi van a másik oldalon, ahova nem mentünk el, a belváros. És akkor ez a nagyobbik rész, ami végül is még így félig meddig belváros, de itt már ilyen rendes házak vannak. Flamingo, Kolozsvár 500 ezer metropolitán. Kolozsvár. Félmillió, igen. Ott annyi alak van. Ne várj.
nem hiszem el, hogy annyi hát nem csak a Varjo Metropolitan Area, tehát a... Hát akkor itt is laknak 250 000-en. A beleszámolod, hogyha minden környező. Itt nagy divat volt, hogy levették a városokról, tudod, mert akkor azok is városok lettek, azt jobb támogatás volt, meg pénz. Na ez a tó egyik fele, és akkor ez a másik, ez a szép. Hát nem tudom, hogy mennyire látszik, itt be lehet sétálni, van egy sziget a közepén. Aha. És most megcsinálva ezt is körbe lehet futni, és ott van egy játszótér, egy normális WC-t csináltak a túloldalon. Uh-huh. Jó hely, ide ki lehet jönni, vannak ilyen, lehet sütni, főzni, hogyha akarsz. Na, most ilyen nagy szébe nem érdemes oda kimenni. Hát most nem gyújtogatunk el. Hát ez meg már tiszta Amerika, látod? Jogsíkpálya. Itt a Korcsolya pálya, igen. Hova? A Lacika oda költözik, ott az első, igen. Én szereted olyan? Ne egyfolytában korcsolyázni. De hát az jó. Tudsz korcsolyázni? Ahogy ne, szeretek is. Hát akkor elmegy, korcsolyázzunk valamikor. Korcsolyázzunk? De most már megyünk? Már elmehetünk. Tudom én, mi baj lehet. Majd meglátjuk. Mikor? Már ma jönnek vendégek, mert megköszöntik. Egy ismerőse még. Este. Valamikor. Hát hónap délután elmehetünk. Találkozó előtt. Egy óracskára, egy-két órára, mondjuk délután. De meg kell nézni, hogy mikor van. Nem tudom, mi van. Mert úgyis menni kell nekem, mondtam, hogy van a, tudod, a szülői értekezlet. És lehet egy olyat csinálni, hogy én kiraklak itt titeket korcsolyázni. Mi addig elmegyünk a szülőire, és akkor utána fölveszlek itt, és úgy megyünk haza. Okay. Csak azt kell megnézni, hogy van-e akkor, mert hétköznap nem mindig lehet korcsolyázni, mert ilyen hoki edzés van, meg mit tudom én. Jaja. Mert itt el tudtok lenni, amíg, ha tudod, ha esetleg később, vagy korábban, vagy valami van. Ja. Itt az nem, az iskola is, ahol mi megyünk, az itt van egy utcával arrébb. Tehát még az is jó, hogyha mondjuk ti előbb végeztek, oda jöttök, vagy vissza, vagy meglátjuk. Aha. Az jó lenne. Ja. Boti, ki nyerte? Megnyerte a Chiefs, ma lesz a paráda itt Kansasban, nagyon sokan lesznek. Na, arra kíváncsi vagyok, arról csinálj videót. Ajvej, mert azt mondjam, Boti, nyertek a kansasok. Flamingo, érdekes, hogy Kelet-Magyarországon tölt mondanak Erdélyben, nél, nál. De mire? Hogy? Nem tudom. Azért mondanak itt is érdekeseket. Majd összeszedjük egy csokorba. A nálnél meg a hosszhez, az érdekes. Jó van az ügy. Jó, hát. Miért nálatok meg ez a S betű, az mindig ez a S, tudod, nem és, hanem S. Se, jaj. Az is mindig. Anyukám azt mondja, szép város. Jó hely. Ja. Meg rend van itt, gyerekek, itt úgy nem olyan koszos vagy, de nekünk azt tűnt fel mindig, hogy... Jó, hát van szemét mindenhol, de nem olyan vészes, hogy összetakarítanak. Szeránó azt mondja, az állomás felé van az Arany János utca, ott vannak a rossz lányok. Appá! Ja. Vannak rossz lányok? Nem járunk ilyen utcákba. Jönnek, ha akarnak. Arany János utca. Gergely, nincs magassági szabály, a mószékházat már építik és a 120 méter lesz, a parlament 96 méter. Na jó, miért most a panelházak mekkorák? Egy 10 emeletes, az hány méter? Mondjuk az nem olyan magas, hát 3 méter egy, akkor az csak 30 méter. Ja. Jóska, ezek a magyarok, látjátok? Ki jön, bazd meg? Akkor is kijön eléd, hogyha ha megszakad is, előbb kell, hogy menjen. Na, megint csúnyán beszéltem. De hogy dudálnának, ha most mi is oda kiállnánk? Mi, Robi? Ja. És mi is úgy mennénk. Most ez nagy divat. George azt mondja, ott volt a Home Depot. A Home Depot, az Obi. Igen. Ja. Még a színe is talán narancssárga. Kedves boltod lesz, de ő is be kéne menjünk oda is, nem? Hogy egy ilyen... Ja, de a Dubai Forest mennyi, vagy hogy van? Mert itt olyan van, hogy 5x10-es.
5 centi, 10 centi, de az nem az 7 centi. Ja, hát olyasmi, olyasmi. Két incszer 4 incs, a két incs az 5 centi, és a 4 incs az 10 centi. Hát akkor ugyanaz. Hát csak ott egy kicsit csalnak, mert nem pont akkor, egy kicsit kisebb, mind a két méret. Ja. Mert itt is, ha simát veszel, az 5x10, de ha gyalultat veszel, az egy fél centi. Ha le van simítva, ilyen sima. Hát ott, ja, ott sima. Ja, itt, itt sima. Árulnak durva. Itt nem sít, nem, ez nem Amerika. Adrián, milyen szolgáltatóról megy a mobilnet? Telekom. Próbáljuk majd ki az, úgyhogy az enyémre csinálunk egyet, hogy aha, megosztom a netet. Itt most fújjál van, most jó kéne legyen a kép. Elvileg. 10 emeletes panel, 33 méter, 30, azt mondja Gergely. Hát akkor ja, de hát sokszor már akkor is iránkoztam. Ott volt a trafi. Hol? Hol volt. Ilyen trafi. Melyik? Hát ez nem jó, mert duplájában megyünk majdnem. Itt hol volt? Ne bassza. Valaki mondta, hogy ott volt. Drága lesz az út. Már egy parkolást megúsztunk, nehogy már most egy ízé. Fé, itt kapnánk egy gyorshajtás csekket, azért úgy az érdekes lenne. Itt hátsó utcában. A hátsó úton a végén, a ízébe. Mi az a picike autó? Fiat. Cinque Cento, 500-as. Vagy Sei Cento, vagy Cinque. Szentse. Na, hát akkor lassan, de biztosan. Azik a van kulcsok? Biztos. Na jó, gyerekek, akkor odaértünk. Állítsam most már meg, vagy eléd megállít, bemehetünk? Megállítod, az jó. Kis reklám legyen már benne. Ahogy aki jön a találkozóra, tudja hova kell jönni, csak azért nem igazából. Föl se öltöztünk, tehát meg azt se lehet mondani, hogy izé. Mi van itt jobbról, ez a sok autó? Ez gyár. Ezek ilyen gumi. Mint egy sí, a buszoknak a csuklója, meg a sífelvonóknak ilyen gumi izéit, ez elég nagy, ez egyik legnagyobb ilyen gyár itt a városban. Uh-huh. Sokan dolgoznak. Azt mondja Nagy Szabócs, na mindjárt odaértek a Fuchstek főhadiszállásra, ja. Fuchstek parancsnoki központ. Azt hiszem, itt aztán izé, árvíz van, kukák főborulva. Na, ugye? Lányok a BMW-vel. Hát így jár nekik keleten tudom. Most meg a pizét nem kapcsoltuk a nyárnak be. Mit? Mindegy. A klímát. Aha, itt van, né? Itt vagyunk. Na, hát én beállok az udvarba, addig a Lacika kinyitja, elköszönünk. És akkor... Nyitva vagyunk. Tartás 9-től 12-ig. Akkor be se jöhetsz most. Adtam kulcsot. Elég rövid munkanapod van. Nem dolgozunk sokat. Valahogy kibírod ezt a 3 órát. De hát ez nem azért van, ennek annyi csak a lényege, hogy ugye itt nekünk ez webshopként működik. Ja. És az, hogy nincs ez megszabva, egy kicsit belimitálva, hogy mikor lehet idejönni, akkor éjjel-nappal jönnek. Ja, ja. És volt itt olyan, hogy szombat, este 7 órakor nyáron, hogy akkor most azonnal kell egy fűköz a karburátor, tudod, és nem mindig jó, hogy... De nyilván, aki fölhív telefonon és megbeszéli velünk, hogy mikor akar jönni, az jöhet, amikor akar, csak... Érthető. Mit akar mögöttünk? Nézi az élőadást, lehet. Lehet. De valamilyen látod megállt. Most mit? Nem tudom. Ez live, bajt. Lesz. Látta, hogy hazajöttél. Visszajön. Nem tudja kinyitani. Megyek. Megyesz hatalmat sem. Ilyen a kliens. A telefon a kezébe. Itt van még egy. Hú, itt baj van helyzetben. Vesznek körül az emberek. Mi folyik itt? Verés lesz. Verekedés lesz, gyerekek.
Action. Másik mit akar itt? Ketten két felőről behúztok. Valamit huncutkodnak. Én ki se szállok. Zárom be az ajtókat belőlük. Tírpák mentek, ma még valamára a városba. Nem tudom, még nem csináltunk programot. Egyet ebédelünk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Kaput nem tudják kinyitani, be van szakadva, ragadva. Erika, nagy szelek járnak erre. Ajde, te gondolom már nincs hátra menet, a maffia. Nagy menet van Fuxi bajknál. Mintha tudták volna, hogy most ér haza. Lehet ez a kettő nézte az élőadást. Pont most húztak be velünk egyszerre. Mi történik? A kaput nem tudod kinyitni? Nem tudom kinyitni! Várjál, itt félreállok valahogy jobban, és majd beállunk. Üssed be! Taszítsad be! Ezek pont most tettek, hogy nem tudom, hogy mi van, nézd meg, hogy itt most... Rúzsa Magdi. Ez rúzs. Ki az? Nem tudom. De ki szállt, amíg... Nem szállt ki. Kell kivenni a kocsiból valamit, vagy mi van most neked? Na most nem, ebédeljünk se ezt. Menjünk be, csak én elrendezem ezt a két ember. Itt van kamera, itt nem probléma. És akkor majd jövünk. Jó, van. De az mi? Megmutassuk a műhelyt, vagy... Vagy most nem, nem tudom, mert a sávó akar valamit venni, na jó. Majd utána kijövünk, aztán csinálunk. Jó. Jó, akkor most leállítom, és akkor majd később még folytatjuk. Ez ránk jellemző, nem ami itt zajlik. Jó. Majd ide a kulcsot. Melyiket? Nem is jövök be? Nem. Okay. Bandidás, csinálj live-okat. Andor, akkor ki... Lesz később is live. Na jó, akkor most azt csináljuk gyerekek, hogy megállítom az adást. Egyet ebédelünk. Fuxi bácsi elintézi ezt a két embert. A másik elment. És utána meglátjuk majd, hogy mi lesz. De este még nyomunk egy live-ot. Vagy egy beszélgetést, vagy a műhelyből Fuxinál itt bent. Vagy ha megyünk valahova, akkor ja, bejelentkezünk még később. Na de most leállítom. Akkor később találkozunk. Na, köszi mindenkinek, hogy itt voltatok. Minden jót, és akkor találkozunk később. David Reisinger, akkor legyünk elmenve, pa, legyünk. Na, sziasztok. El vagyok menve, pa.